Szervusztok, köszöntök mindenkit a Magyar Vitorlás Szövetség 2021-es webinár sorozatján, előadás sorozatán. Ezúttal a versenyszabályokban bekövetkezett változásokról lesz szó. Új szabálykönyvet adtak ki, ami 2021-től 2024-ig a következő olimpiáig van érvényben. A változások két részre oszthatók. Egyrészt a versenybírók aspektusából nézzük meg, másrészt pedig a versenyrendezők aspektusából. Köszöntöm az előadóinkat is. A versenybírói aspektusból Böröc Bence, a verseny tisztségviselői bizottságának elnöke fogja ismertetni és magyarázni a változásokat. A versenyrendezői szempontból pedig Farkas Péter, a verseny tisztségviselői bizottságának tagja világítja meg a változásokat. A előadások során lehet kérdéseket feltenni a hallottakkal kapcsolatban. Én arra biztatnék mindenkit, hogy bátran kérdezzetek, az előadások végén fennmaradó időben megpróbáljuk legjobb tudásunk szerint, vagyis hát az előadós legjobb tudása szerint megválaszolni a feltett kérdéseket. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a részvételt. Köszönöm Egernek a felvezetést. Üdvözöllek benneteket ezen a webinár alkalmon, ahol, ahogy Beréb is mondta, új versenyszabályokkal kezdtük el az idei évet, így ennek apropója az, hogy ezeket be is mutassuk nektek, hogy minél többet tudjatok hasznosítani belőlük a szezonban. De ahogy Eger mondta, a versenybírói és aztán a versenyrendezői aspektust fogjuk bemutatni, de nyilván ezt olyan szempontból, ahogy ez egyébként a versenyzői tevékenységben is igazán hasznos tud lenni számatokra. Egy kicsit távolról indulva a mai napon bemutatkozással engedjétek meg, hogy kezdjem a bemutatómat. A vitorlás versenyek színvonalas lebonyolításához különféle szakemberek szükségesek. Őket általában három vagy akár még több szakágba tudjuk csoportosítani. Vannak felmérő szakemberek, akik a versenyeken a felszerelés ellenőrzést és a versenyhez kapcsolódó felmérést végzik el. Őket csoportosítja a technikai bizottság. Találkozunk versenybírókkal, akik döntéshozatalokat hajtanak végre, konfliktusokat oldanak fel azért, hogy a sportszerűséget biztosítsák, őket tömöríti az óvási bizottság, és a versenyrendezők pedig azok a szakemberek, akik a futamok levezetését és a pontszámítást végzik el egy-egy versenyen, ők pedig a versenyrendezőség tagjait alkotják. Végül is teljesen mindegy, hogy ki milyen szakágban működik közre egy versenyen. Ez egy nagy csapat azért, hogy a versenyzők számára a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani. Úgyhogy ilyen módon a szolgáltatás szemlélet az, amit szeretünk átadni ezeknek a szakembereknek, akiknek főleg az oktatásával, minősítésével foglalkozik a bizottságunk. A tisztségviselői program a Magyar Vitorlás Szövetségben az egyfelől a World Sailing elvárása is, hogy üzemelnie kell, másfelől pedig a szervezetnek az alapszabály szerinti kötelezettsége. Ezt a programot úgy valósítja meg a szövetség, hogy a versenyek tisztségviselőinek bizottsága, mint szakértő testület, és a titkárságon működő adminisztratív támogatás dolgozik együtt, és így próbáljuk meg kiszolgálni azt a hármas egységet, akiket mi vevőknek tekintünk, úgy, mint a versenyzők, akik általában ugye osztályokba tömörödnek, a tagszervezetek, akik versenyeket szeretnének szervezni, és maguk a tisztségviselők, akik pedig a versenyek lebonyolításában közreműködnek. A Vitorlás Szövetségnek a tisztségviselői programja különböző szolgáltatásokból áll. Ilyen szolgáltatás például a versenyszabályoknak a magyar nyelvre fordítása, ahogy az előbb említettem, a tisztségviselők oktatása, minősítése, a versenybíróknak a kiemelt versenyekre való kijelölése,
tisztségviselőknek az összeférhetetlenségével kapcsolatos értékelések, a bizottság megfogalmaz irányelveket a tisztségviselők viselkedésére, ezt azért teszi, hogy a versenyzők által támasztott fokozott elvárásoknak a lehető legjobban meg tudjunk felelni. Részt veszünk szabályértelmezési feladatokban, nemzetközi kapcsolattartásban, és különböző tájékoztatásokat tartunk maguknak a szakembereknek, és egyébként azon túl a többi érintettnek is. Mielőtt belevágunk a tényleges módosításokba, és elkezdünk barangolni magában a szabályokban, nézzük meg azt, hogy hogyan készülnek a versenyszabályok a nemzetközi porondon. Itt elhoztam nektek a következő dián azt az általános folyamatot, ami leírja ennek a alulról építkezését, ennek a szakmai kontrollját és a döntéshozatalnak a folyamatát. Ahhoz, hogy egy módosítás bekerülhessen a versenyszabályokban, ezt egy előterjesztéssel kell megkezdeni. Előterjesztést különböző szervezetek, szervek tehetnek, akik a World Sailingen belül, vagy pedig ahhoz kapcsolódóan működnek. A szervezethez kapcsolódóan működnek ugye a nemzeti hatóságok, ez az a terminológia, ahogy a World Sailing hívja egyébként a nemzeti vitorlásszövetségeket, és a World Sailing osztályoknak a szövetségei. A szervezeten belülről pedig maga az elnökség, a bizottsági elnökök, vagy pedig a sportolói bizottság elnöke tehet ilyen előterjesztéseket, sok kisebb, apróbb más szereplőn kívül, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb érintetteket itt felsoroltam ezen a dián. De azt követően, hogy az előterjesztések megérkeznek, ezeket minden év augusztus 1-jéig kell benyújtani, a versenyszabályok bizottsághoz kerülnek ezek egy csomagba, amely bizottság ezeket véleményezi, majd az éves konferencián, amit általában október végén, november elején tartanak, ott döntés is hoz ezekről. Tehát évről évre ezek az előterjesztések feldolgozásra kerülnek, és habár ugye 4 évente frissülnek a versenyszabályok, minden évben belekerülnek már olyan újdonságok a kalapba, amiket szépen elmentenek, és aztán amikor eltelik ez a 4 éves időszak, akkor meg fog jelenni a könyvben. Ami nagyon, nagyon fontos és kiemelendő, hogy a versenyszabályok bizottság egy olyan testület a World Sailingbe, amely döntéseket is hozhat. Ugye minden más bizottság az javaslattevőként üzemel a tanács felé, amely aztán végül döntéseket hoz. Miután a versenyszabályok tekintetében a tanács magánál sokkal kompetensebbnek ítélte a bizottságot, ezért ezt a döntési hatáskört néhány évvel ezelőtt átengedte a bizottságnak, viszont nem engedte el annak a lehetőségét, hogyha valaki felülvizsgálatot szeretne kezdeményezni az előterjesztésével kapcsolatban, akkor az fordulhat a tanácshoz, és akkor ott meg fogják ezt vitatni. Egér említette már, hogy 4 évente az olimpiákhoz igazodva adnak ki új versenyszabályokat. A tavalyi olimpia halasztás az itt is egy bökkenőt eredményezett ebbe a szituációban. Tavaly, amikor kiderült, hogy az olimpia az idei nyárra fog elhalasztódni, akkor el kellett kezdeni azon gondolkodni, hogy ezt a konfliktust hogyan lehet feloldani a szervezeten belül is. A versenyszabályok bizottság konzultált az edzők és a sportolók bizottságával is, és aztán itt tett egy javaslatot a tanács számára, hogy ha bár az olimpiát elhalasztják, mégis lépjen hatályba az új szabálykönyv most január 1-én. Ennek az volt a fő motivációja, hogy a sportnak a taktikai megfontolása, tehát maga a játék az nem változik meg, de nagyon sok olyan kényelmi funkció és modernizálás található az új könyvben, amitől viszont felhasználóbarátabb lesz. A könyvet egyébként tavaly június végén véglegesítették, azért, hogy a különböző országok fordításaira jusson idő. Ezt követően még javítások és sürgős módosítások kerültek bele, ezt a tavaly novemberi konferencián fogadták el. Az a szerencse, hogy miután nekünk le kell ugye fordítani magyarra a művet, meg tudjuk várni mindig ezeket a sürgős módosításokat még a kiadás évében, és az angol-magyar verzióban ezeket már megtaláljátok nyomtatva. A fordítási projekt az még az előző évben az akkori versenybíróbizottsághoz tartozott, ahol 10 fővel verbúváltuk össze ezt a csapatot, és 3 fázison haladtunk végig, megtörtént a könyvnek a fordítása, utána egy hosszabb lektorálási fázison mentünk keresztül, és aztán pedig a törlelés nyomdai előkészítés következett. A szabálykönyv nyomtatott kivitelben megvásárolható a Vitorlásszövetség titkárságán,
és egyébként elektronikusan hozzáférhető a WordSharing applikációban, amelyet letölthettek egyébként akár iOS, akár Android operációs rendszerű eszközökre. Az elmúlt 4 évben nagyjából 200 előterjesztést kellett, hogy véleményezzen a Versenyszabályok Bizottság. Ezek az előterjesztések különböző jelentőségűek voltak. Nem lehet objektíven meghatározni, hogy melyik egy jelentős változás, még melyik nem, mert itt is nagyon sok különböző szerepben vagyunk jelen ezen a mai alkalmon is. Hát lehet, hogy az egyik módosítás jelentős a felmérőknek, a másik pedig jelentős a versenyzőknek, a harmadik pedig a versenyrendezőknek. Minden esetre az újdonságokat a könyv margószéli vonallal jelöli. A módosításokat különböző csoportokba sorolhatjuk. Vannak olyanok, amelyek problémákat oldanak, meg olyan problémákat, amikre a korábbi szabályalkotók, a korábbi előterjesztők nem gondoltak. Ezek általában a WordSharingben question and answer-ként, azaz kérdezfelelekként indulnak, majd aztán, hogyha sikerül megoldást találni egy-egy problémára, akkor ezekből előterjesztések készülnek. Vannak olyan módosítások, amelyek egy-egy módosítás következményeként kell, hogy átvezetésre kerüljenek. Ez akkor fordulhat elő, amikor például egyik szabály hivatkozik a másikra, és ott is át kell vezetni egy-egy frissítést. Sok olyan frissítést találunk a könyvben, ami a versenykiírásokat, versenyutasításokat egyszerűsíti. Ez ott jelentkezik könnyebbségként, amikor versenyt szervez valaki, akkor rövidebb dokumentumot kell írni, amikor pedig valaki ezen a versenyen részt vesz, akkor rövidebb dokumentumot kell elolvasni, tehát értelemszerűen könnyebb lesz eligazodni a szabályok között. A tárgyalások szabályait tömörítő 5. részt megbolygatták, kicsit felfrissítették a mostani ciklusban. Itt korábbi ajánlásokat, kézikönyvbeli tartalmakat vettek át elsősorban azért, hogy modernizálják az egyes tárgyalási szabályokat, eljárásokat. Erre is fogok majd példát mutatni a következőkben. És találunk olyan módosításokat is, ami tartalmilag nem változtatja meg a szabályt, de például hosszú, bonyolult mondatokat újra tördeltek, azért, hogy egyébként a 140, közel 140 nyelvre fordított szabálykönyv minden nyelven a lehető legegységesebb, a lehető legszöveghűbben jelenhessen meg. És akkor a következőkben elkezdünk barangolni néhány szabály között. A következő diákra kimásoltam azokat a szabályokat, amikről beszélni fogok. Itt nem is a sorrendiséget követtem, nem is a jelentőségeket követtem, hanem egyszerűen mazsoláztam néhány olyan hasznosnak tűnő, hasznos módosítást, ami versenyzői és versenybírói szempontból érdekes lehet, és ezeket fűztem össze úgy egy logikai egységé, ahogy úgy gondolom, hogy az egymásra hatásokat, a következményeket meg tudom mutatni. Ahogy Egér is jelezte, a kérdések ablakban tudtok kérdéseket feltenni, és akkor ezekre pedig Faresz előadását követően majd a kérdezfelelek blogban fogunk tudni választ adni. Az első módosítás, amit bemutatnék, az azonnal az alapvető szabályok között jelenik meg. Ez a 2. szabály, sportszerű vitorlázás, amelynek az utolsó mondata változott meg, ezért is emeltem ki sárgával. Aki olvasta korábban is a könyvet és foglalkozott versenyszabályokkal, az joggal felteszi a kérdést, hogy akkor most visszatérünk a 2017 előtti időkhöz, mert ugye akkor is ugyanez a mondat szerepelt itt a szabályban, majd az elmúlt 4 évben lehetőséget adott a szabály arra, hogy akár kiejthető, akár nem kiejthető kizárást is lehessen adni, hogyha egy hajó megsérti a sportszerű vitorlázás szabályát. Most egyébként visszatértünk ahhoz az állapothoz, hogy csak nem kiejthető kizárást lehet kapni, hogyha világosan megállapítást nyert az, hogy egy hajó megsérti a sportszerűség és a becsületes vitorlázás alapelvét. Amikor megnyitották a lehetőséget, a választási lehetőséget, hogy kiejthető vagy nem kiejthető kizárást lehet kapni, akkor ez egyfajta következetlenséget is okozhat egyébként a döntéshozatalban. Ezért tervezték azt, hogy irányelveket fognak megfogalmazni, vagy értelmezést fognak kiadni, hogy mikor kell kiejthető vagy nem kiejthető kizárást adni. Az elmúlt 4 évben a WordSharingben nem tudtak olyan esetet listázni, ami kiejthető kizárással zárult volna, és egyébként ezek az irányelvek vagy értelmezések sem készültek el, úgyhogy emiatt térünk vissza a korábbi verzióhoz.
És egyébként pedig sok versenybíró, sok versenyző úgy is gondolja, hogy ha ugye ezt a szabályt a sportszerű vitorlázás sérti meg egy hajó, az egyértelműen súlyosabb büntetéssel kell, hogy záruljon, mint hogyha csak egy általános szabálysértésről beszélnénk, és ezért győzedelmeskedett mindig is a DNA nem kiejthető kizáráspont büntetés a döntésekkor. A sportszerű vitorlázás szabálya szorosan kapcsolódik a sportszerűség és a szabályok alapelvhez, ehhez csatol vissza egyébként maga a szabály is. A sportszerűség és a szabályok alapelve az meghatározza a vitorlás versenysportnak az alapvető szemléletét, ahogy önszabályozó módon tartják be és tartatják be egymással a versenyzők a szabályokat. Innen vezethető le egyébként az is, hogy a versenybíróknak igazából támogató, szolgáltató szerepe van a versenyeken, mert azokat a konfliktusokat kell alapvetően feloldaniuk, amelyeket a versenyzők maguk között nem tudnak. Azt gondolnánk, hogy ez az alapelv kőbe vésett és egyébként stabil alapot kell, hogy adjon a sportnak. Ez egy helyes gondolat, de mégis két olyan módosítást találunk benne, ami az egész könyvnek az integritását segíti elő. Itt ugye sárgával megint csak kiemeltem a szövegben. Az egyik módosítás az a 43-as szabályra vonatkozik, ahol a mentesülést tárgyalja a könyv, a másik pedig a 64-6-os szabályra vonatkozik, ami az egyedi megítélés alapján kiszabott büntetésekre vonatkozik. Tehát ugye itt a második mondatot fel is olvasva, a sportszerűség alapelve az, hogy amikor egy hajó megsért egy szabályt és nem mentesül, akkor azonnal vállal egy megfelelő büntetést, vagy tesz valamit, ami a versenyből való kiállás is lehet. És ugye itt egy kicsit idegennek tűnik ez a vagy tesz valamit, ezért gondoltam, hogy mindenképpen rámutatok arra, hogy mit is lehet tenni, azon kívül, hogy megfelelő büntetést vállal egy hajó, hogyha megsért egy szabályt. Nézzük meg akkor, hogy mi is történik ezekben a módosításokban. A 43-as szabály az a könyvnek a negyedik részében szerepel, ami a verseny közbeni egyéb követelményeket tartalmazza. Egy kicsit megemlékeznék még arról, hogy a negyedik résznek a struktúráját teljesen átszervezték, azáltal, hogy ott a felszereléssel kapcsolatos szabályokat egy csoportba hozták, és egyébként külön választották ettől a többi más vegyes szabályt, ami a versenyek közben még egyéb követelményként jelen van. Mindezt meg tudták úgy csinálni, hogy nem sok szabályszáma változott meg, mégis fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az osztályszabályok módosítása szükséges lehet egy-egy esetben, mert a szabályok számának megváltozása miatt hivatkozások ugye átalakulhatnak. És akkor úgy látjuk, hogy ez egy teljesen új szabálynak tűnik, mert hogy az egészet sárgával szedtem, azért szedtem sárgával, mert ahol ez a szabály megjelenik, ott ez teljesen új, de összességében ez nem egy új szabály, hanem hogyha ezt az egyenletet megértjük, amit a szöveg alá hoztam, akkor egyébként vissza is köszönnek ezek a szabályok a korábbi könyvekből. Ugye itt az A, B, C pontokban egymás után behelyezték ebbe a 43-as szabályba a korábbi 64-1A szabályt, a korábbi 21-es szabályt és a korábbi 14-B szabályt. És akkor ezeknek egyébként a logikai sorrendje az azt tükrözi, hogy a 64-1A szabályban korábban az az általános mentesítésre vonatkozó lehetőség foglalt helyet, hogyha egy szabály megsértése következményeként egy hajó egy másikat egy szabály megsértésére kényszerít, akkor a másik mentesül. A B és a C pontok pedig speciális helyzetekre vonatkoznak, a B pont vonatkozik a helyen vagy jelhelyen belül vitorlázó hajóra, a C pont pedig vonatkozik arra, hogyha egy útjogos vagy egy helyen jelhelyen belül vitorlázó hajó, amelyik arra ugye jogosult, érintkezést okoz, ami nem okoz kárt vagy sérülést, akkor ő is ugye mentesülhet. Ide csoportosítva ezeket a szabályokat logikusabb helyre is került egyébként a könyvbe, mert hogy a 44-es szám alatt találjuk meg a büntetésvállalásról szóló szabályt. És ez egyébként így rímel is az alapelvről, mert hogyha emlékszünk, akkor ugye büntetést akkor kell vállalni, hogyha egy hajó nem mentesült. És hogyha sorban olvassuk a szabályokat, először belebotlunk a mentesülésbe, meg tudjuk vizsgálni, hogy képes-e mentesülni egy hajó, ha pedig nem, akkor tovább tud menni a következő szabályra, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen büntetés lehet vállalni.
Nagyon fontos különbség még, hogy a korábbi 64-1 alszabály az az óvási bizottság döntésére vonatkozó szabály volt, tehát ott az óvási bizottság dönthetett arról, hogy mentesít-e egy hajót vagy nem. Ez a szabály viszont most automatikusan működik, tehát maga a szabály fogja mentesíteni a hajót automatikusan, nem kell megvárni az óvási bizottság döntését. Nyilván, hogyha ez egy tárgyalás keretében kerül alkalmazásra, akkor az óvási bizottság alkalmazza ezt a szabályt, de nem az óvási bizottság fogja mentesíteni a hajót, hanem maga a szabály. A versenyszervezők számára az a nagyon lényeges információ, hogy ezt a szabályt nem módosíthatják a versenykiírásban vagy versenyutasításban. Ennek az a magyarázata, hogy szorosan kapcsolódik a hajók találkozási szabályainak működéséhez, és ugye a hajók találkozásaira vonatkozó szabályok sem módosítható szabályok. Ennek egy következménye, hogy kiemeltük a 21-es szabályt és átkerült ide a 43-asba, az, hogy a 21-es szám felszabadult, úgyhogy a korábbi 22, 23, 24-es szabályok egyel előre tudtak csúszni, és igazából vissza tudták kapni a régi nevüket, a 21, 22, 23-as számokat. Ezek ugye a hajók találkozásánál az egyéb szituációkra vonatkozó szabályok. A második pont az pedig egyértelműen rímel megint csak az alapelvünkre, hogy egy szabály megsértése alól mentesült hajónak nem szükséges büntetést vállalnia, és nem büntethető az adott szabály megsértéséért. Hát ugye itt is arra válaszol ez a második pontunk, amit az alapelvben is olvastunk, tehát hogyha mentesül egy hajó, akkor utána neki már nem kell büntetést vállalnia. A másik újdonság az alapelvben az ugye a vagy tesz valamit dologról szólt, és akkor itt kapcsolódunk az új 64-6-os szabályhoz, ami az óvási bizottságok döntései között egy újabb szabályt jelent. Ez az egyedi megítélés alapján kiszabott büntetéseknek az eljárására vonatkozik. A korábbi szabályokban csak a bevezetőben esett szó arról, hogy mi is volt az egyedi megítélés alapján kiszabott büntetések lehetősége. Ezeket a szabályokat rendszerint DP-vel jelölték, ez a discretionary penalty rövidítése az angolból, és amikor egy ilyen szabállyal találkoztunk, akár versenyutasításban, akár versenykiírásban, akkor tudhattuk, hogy a szabály megsértése esetén nem csak fekete-fehér döntés születhet, tehát nem csak elutasítható egy óvás, vagy kizárással jutalmazható egy ilyen szabálysértés, hanem e között egyébként egy jelentős szürke zónát lehet felölelni az óvási bizottságnak. Az, hogy az óvási bizottság hogyan dolgozza fel a nulla és a kizárás közötti büntetéseken, ezt a versenybíró irányelvekben találták meg, és innen hoztam nektek ezt a rövid kis kivonatot, hogy ennek a módszertana úgy néz ki, hogy egy-egy ilyen szabálysértés esetén egy alapbüntetést határoz meg az óvási bizottság, majd ezt követően értékel a különböző enyhítő és súlyosbító körülményeket, és így tud mozogni az egyes sávok között, vagy akár a sávokon belül, és így fog tudni egy méltányos büntetést megtalálni az adott szabálysértésért. Ja, amellett, hogy az alapelv tartalmazza most ezt a lehetőséget, ez az új szabály segít abban eligazodni a versenyzőknek, hogy hogyan is tudnak eljárni egy-egy ilyen szabály megsértésekor. Például majd frissítenie kell a World Sailing versenybírói irányelveit is arra az esetre, hogyha egy hajó bevallja azt, hogy megsért egy olyan szabályt, ami egyébként egyedi megítélés alapján kiszabott büntetés alá esik, akkor például a bevallás miatt ő ezt enyhítő körülményként tudhassa be, minthogyha egyébként tárgyalás útján derül ki, és ott aztán igazolódik be, hogy egy hajó mégiscsak megsértette ezt az adott szabályt. Kicsit kalandozzunk tovább még a verseny közbeni egyéb követelmények között. A 42-es szabályt hoztam nektek még példaként. Egy újabb módosítás, ami egyébként szintén a vitorlásportnak a technikai fejlődése alapján került elő, és egyébként osztályokon keresztül ez már javában tesztelve volt. A napjaink vitorlázásában gyakran látunk most már foiling, vagy ugye szájnsiklásra képes felszereléseket. Hoztam is egy képet az olimpiai vegyes katamarán versenyszámról, vegyes többtestű versenyszámról. Ez ugye a Nakra 17-es, amelyik látjuk, hogy a vízből kiemelkedve a fölött képes repülni. De ezt
a jelenséget igyekszik megragadni ez a módosítás, ami most belekerült általánosan a könyvbe. A pumpálásra vonatkozó kivételt egészítették ki arra, hogyha egy hajó nem csak siklani képes, hanem ugye szárnysiklani is képes. Itt arról van szó, hogy a szárnysiklás megindítása érdekében bármely vitorla vezető kötelét akárhányszor be lehet húzni, ugye akkor, amikor szárnysiklásra van lehetőség. Ez lett az az általános szabály, ami egyébként a nagyon hasonlít ahhoz, amit a NAKRA osztályszabályok tartalmaztak, és belekerült ide a szabálykönyvben, de ez egy olyan szabály, amit egyébként az osztályok maguk megváltoztathatnak, tehát és egyébként látjuk is, hogy van erre igény, mert még mindig kérdéses az, hogy egyes osztályokban hányszor lehessen pumpálni, vagy csak azért lehessen pumpálni, hogy siklásba, ugye szársiklásba jöjjön egy hajó, vagy pedig pumpálhat-e azután is, hogy már siklásba érkezett. Úgyhogy erre lehetőséget adnak a szabályok, ezt az osztályoknak maguknak kell kezelni, és az osztályszabályokba kell bele tenni. Szerintem versenyzői szempontból ez egy nagyon izgalmas módosítás, ami most következik. A bevezetésben egy újabb bekezdést találunk meg, ami felszólítások címre hallgat. A szabálykönyvben néhány helyen találunk idézőjellel megjelölt szöveget, ami azt jelenti, hogy ott szó szerint azokat a szavakat kellhet használni ahhoz, hogy információt jutasson el egymásnak két hajó. Az elmúlt 4 évben, talán 2 vagy 3 éve volt pont egy olyan question and answerünk a World Sailing szolgáltatásában, ahol ezt a kérdéskört vitattuk, és ott nagyjából 30 országnak a szabálykönyvét vizsgáltuk meg, hogy ezeket az idézőjellel szereplő felszólításokat lefordítják-e saját nyelvükre, vagy nem. Ezek közül néhányat hoztam el nektek, a bal oldalt az óvás, óvlak szónak a fordításait láthatjuk, a jobb oldalt pedig a 20-as szabályban szereplő UTEC felszólításnak a fordításait. A kutatás nagyon vegyes eredményt hozott, de általánosan mondható az, hogy nyilván a protest az egy elég erősen nemzetközi szó, és elég erősen jellemző szakszó a vitorlázásban, de ahol a saját nyelv megfogalmazása jelentősen eltér az angoltól, ott úgy láttuk, hogy általános igény mutatkozott arra, hogy lefordították saját nyelvre, és egyébként, hogyha lefordították, akkor úgy gondoltuk, hogy használták is ezeket a fordításokat például helyi versenyeken. Úgyhogy ennek megoldására született ez a bekezdés a bevezetésbe, hogy a szabályok által megkövetelt felszólítások esetén angoltól eltérő nyelvek is használhatók, ha észszerűen feltételezhető, hogy ez az összes érintett hajó számára érthető. Az angol nyelvű felszólítások azonban mindig elfogadhatók. Ennek a gyakorlati haszna ugye az, hogy amikor egymás között hazai versenyeken veszünk részt, akkor nyilvánvalóan egymásnak kiálthatunk magyarul. A kérdéses szürke zóna az ott keletkezik, amikor egy olyan versenyen veszünk részt, ahol főleg például hazai versenyzők vesznek részt, de jönnek külföldi vendégek is. Itt is, hogyha egy magyar ellenfelünknek szeretnénk kiáltani, és ő azt érteni fogja magyarul, akkor kiálthatunk neki magyarul. Hogyha viszont nemzetközi versenyzőnek szeretnénk kiáltani, akkor ugye az angol nyelvű felszólítás az, ami mindig elfogadható. De egyébként ugye az is megengedett, hogy ha például egy spanyol versenyző jön hozzánk, akkor spanyolul is átadhatjuk neki az információt, mert hogy az is megengedhető, hogyha ő ezt ugye érti és tudja fogadni. Felszólításokhoz kapcsolódóan hoztam a 20-as szabályban lévő újdonságot, ez az új 20.4-es szabályra vonatkozik. Amikor a 20-as szabályról beszélünk, akkor remélhetőleg sokaknak bevillan hirtelen az a háromhajós szituáció, amit itt le is rajzoltam, ahol a sárga hajó jobb csapáson, a kék és a zöld hajó pedig bal csapáson közelít egymáshoz. A kék és a zöld hajók mind a kettő kitérésre kötelezett a sárga elől, ezért a sárga számukra akadályként viselkedik. És amikor két hajó megközelít egy akadályt, akkor előfordulhat, hogy úgy szeretné elkerülni a közülük útjogos, tehát ugye jelen esetben a kék hajó, aki azonos csapáson és szél alatt van a zöldhöz képest, a kék hajó, hogyha úgy szeretné elkerülni a sárgát, hogy ő fordulni szeretne, akkor van a biztonsági célú 20-as szabályunk, ami
megkövetel egyfajta kommunikációs protokollt a hajók között. A tapasztalat az, hogy szeles és zajos időben nem feltétlenül hallható egy-egy kiáltás két hajó között, vagy pedig hasonlóképpen a technikai fejlődés miatt, amikor nagyon gyors hajók vitorláznak, úgyhogy egyébként csapásváltás alkalmával ők nagyon lelassulnak, akkor ugye abban a pillanatban, amikor kiáltani kéne az egyik hajónak, még nagyon gyorsan halad, és lehet, hogy nagyon távol van a másiktól, majd aztán, ahogy megfordulna, hirtelen, ugye itt jelen esetben, hogyha a kék hajó nagyon gyorsan halad, megfordulna, akkor hirtelen a zöld hajó képes őt kvázi utolérni, de hát nem tudta kiáltással átadni neki az információt, nem tudott kiáltással helyet kérni a forduláshoz, mert hát amikor kiáltania kellett volna, még nagyon messze volt tőle a zöld hajó. Ezekre az esetekre hozták létre a 20.4-es szabályt, amely azt mondja, ugye, hogy amikor olyanok a körülmények, hogy a felszólítás nem biztos, hogy hallható, a hajónak olyan jelzést is kell adnia, amely egyértelműen kifejezi, hogy helyre van szüksége a forduláshoz, vagy a válaszát jelzi. És emellett fontos megjegyezni, hogy a versenykiírás meghatározhat alternatív kommunikációs formát, amellyel egy hajó jelezheti, hogy helyre van szüksége a forduláshoz, vagy amellyel a válaszát jelezheti. A versenykiírás megkövetelheti eljelzések használatát. Ez itt ugye a versenyszervezőknek nagyon izgalmas, hogy a versenykiírásban kell előírni azt, hogyha alternatív módot szeretne megjelölni. Ilyen alternatív mód lehet például a rádió használat. Azért fontos, hogy a versenykiírásba szerepeljen ez, mert így kap kellő időt és lehetőséget minden részt venni szándékozó versenyző, hogy felkészüljön és biztosítsa a hajóján akár ezt a rádiónak a jelenlétét. És akkor barangoljunk el az ötödik részbe, ahol a tárgyalásokkal kapcsolatos szabályokat találjuk meg. Itt egy új bekezdést találunk meg a résznek a bevezetőjében. Ez az új bekezdés vonatkozik arra, hogy a korábban megszokott óvás űrlapot egy tárgyalási kérelem és egy tárgyalási döntés űrlap vált fel. Ezek az űrlapok már elérhetők a World Sailingnek a weboldalán, onnan letölthetők és kinyomtathatók. Két motivációja volt annak, hogy lecseréljék a korábbi óvási űrlapot. Az egyik az az volt, hogy a könyvbe beletett óvási űrlap, ami ugye az utolsó oldalakon volt található, azt nem lehetett arra használni, amire való volt. Nem lehetett kitölteni, nem lehetett beadni a versenyirodán. És ezen kívül, miután a könyvben volt benne az óvási űrlap, ezért ennek a módosítása kötve volt azokhoz a 4 éves periódusokhoz, ahogy az új szabálykönyveket is kiadták. Most, hogy ezt kiemelték a könyvből, a folyamatos tapasztalatgyűjtés alapján ezeket a nyomtatványokat akár a 4 éven belül is lehet változtatni, és közzé lehet tenni újra a weboldalon. És a másik dolog pedig az, hogy ott meg kellett erőszakolni azt az óvási űrlapot, hogy óvás mellett más eljárásokhoz is használható legyen. Rá is volt írva a tetejére, hogy amely orvoslati és újratárgyalási kérelem benyújtására is felhasználható volt. Viszont ide fel is soroltam nektek, hogy melyik az a 6 eljárás, amit általánosan képes lefedni most ez az új tárgyalási kérelem űrlap. Ezen lehet beadni óvást, ami ugye annak feltételezése, hogy egy hajó megsértette egy szabályt. Lehet beadni orvoslati kérelmet, lehet újra tárgyalási kérelmet beadni, ezen az űrlapon lehet beadni arra vonatkozólag információt, hogyha valaki egyedi megítélés alapján kiszabott büntetés megállapítását kéri, tehát hogyha egy DP-s szabályt valaki megsért, és azt az alapelv alapján egyébként szeretné jelenteni, akkor ezen az űrlapon tudja leírni azokat a körülményeket, amelyek alapján majd a előbb bemutatott 64.6-os szabályt alkalmazva az óvási bizottság meg tudja állapítani a méltányos büntetést. Ezen az űrlapon támogató személy szabálysértésével kapcsolatos jelentést is lehet beadni, ami alapján az óvási bizottság kezdeményezhet eljárást, és helytelen magatartásra vonatkozó jelentés is beadható, ami szintén hasonlóképpen működik, hogy a jelentés alapján az óvási bizottság kell, hogy eldöntse, hogy hív-e össze egy tárgyalást, hogy ott megvizsgálja a feltételezésnek a megalapozottságát. És akkor, hogyha már döntéshozatalt lengettem be,
akkor az új 64.1-es szabályt szeretném még bemutatni. Az új 64.1-es szabály tipikus példája annak, hogy a meglévő gyakorlatot, a korábban a függelékekben lévő előírásokat, korábban a kézikönyvekben lévő előírásokat hogyan hozzuk be a szabályok közé. Ennek a szabálynak is három része van, ezeket a részeket fogjuk most megismerni, A és B és C pontokat. Az óvási bizottság, ahogy a szolgáltatást nyújtja a versenyen, a döntéshozatal során első lépésben a bizonyítékok megismerésével foglalatoskodik. A bizonyítékok megismerését követően tényeket kell, hogy megállapítson, a tények megállapítása alapján következtetéseket kell, hogy hozzon, és a következtetések alapján fog egy döntésre jutni az óvási bizottság. A bizonyítékok megismerésekor azoknak a hihetősége, azoknak a stabilitása alapján a bizonyítékokhoz súlyokat képes rendelni az óvási bizottság mindegyik tagja, és igazából ezeknek a súlyoknak a mozgatásán beszélget maga az óvási bizottság, így próbál olyan tényállást megállapítani, amiről úgy gondolják, hogy a legvalószínűbb esetet, a legvalószínűbb megtörtént esetet fogja leírni. Erre vonatkozik igazából az A pont, a döntéshozatalnál az óvási bizottság a valószínűségek mérlegelése elvét alkalmazza, kivéve ha a feltételezetten megsértett szabály másként nem rendelkezik. A valószínűségek mérlegelése az gyakorlatilag úgy fordítható le, hogy az egyik kifejlett valószínűbb, mint a másik, és a valószínűbb kifejlett szerint fog az óvási bizottság döntést hozni. Ugye ezt az alapján tudja végrehajtani, ahogy megismeri a bizonyítékokat. Itt előfordulhat, hogy akár 51-49% úgymond az egyiknek vagy a másiknak a vélt valószínűsége, ilyenkor ugye az 51 felé kell, hogy döntsön az óvási bizottság. Hogy szemléletesebb legyek, itt beszéltünk ugye arról, hogy a bizonyítékokat súlyozzák. Ha elképzelünk egy kétkarú mérleget, ahová elkezdünk különböző súlyokat pakolni, amelyek a bizonyítékoknak a ilyen módon a hihetőségét szemléltetik, akkor a végén, ugye amelyik irányba elbillen a mérleg, abba az irányba kell, hogy az óvási bizottság is a döntését billentse. Szerepel az, hogy a feltételezetten megsértett szabály másként nem rendelkezik, tehát például a második szabály, ami a sportszerű vitorlázásra vonatkozik, ott egy kicsit magasabb döntési szintet, bizonyítási szintet kell alkalmazni, úgyis fogalmaz a szabály, hogy világos megállapítást kell, hogy nyerjen, hogy valaki megsérti a sportszerűséget. A 69-es szabály, amely pedig a helytelen magatartásra vonatkozik, ott pedig a kellő meggyőző erő bizonyítási szintet kell alkalmazni az óvási bizottságnak, ez pedig egy még magasabb bizonyítási szint, de nem annyira magas, mint ahogy például büntetőügyekben, például gyilkossági esetekben a kvázi minden kétséget kizáró elvet kell alkalmazni. A B pont az a nemzetközi versenybíróságok működéséből vándorolt ide, és terjesztették ki az általános óvási bizottsági működésre is, ami azt hivatott itt megtestesíteni, hogyha az óvási bizottság szóval nem tud egyetérteni a döntésben, és szavazásra kerül a sor, akkor mindig egyszerű döntéssel kell meghozni a döntését. Hogyha a leadott szavazatok megosztása egyenlő azért, mert páros tagú az óvási bizottság, akkor az elnök egy további szavazatot adhat le, és ő fogja elbillenteni a mérlegnek a nyelvét. A C pont az pedig a bevett gyakorlatot foglalja szabályba, hogy az óvási bizottságnak az írásbeli kérelemben vagy feltételezésben szereplő információk és a tárgyalás során tett vallomások alapján minden esetet óvásként, orvoslati kérelemként vagy más típusú kérelemként kell kezelnie. Ez lehetővé teszi az esettípusának szükség szerinti módosítását. Mi történik itt? A korábbi esetekből, korábbi gyakorlatból és egyébként a napjaink gyakorlatában is tapasztaljuk azt, hogy hajók között történik egy találkozási szituáció, amiből kerekedik egy óvás, a tárgyalás közben pedig kiderül, hogy az egyik hajó lehet, hogy jogosult orvoslatra is ennek következményeként. Na most, hogyha csak óvásként volt beadva ez az eset, akkor is az óvási bizottság az alapján, amit megismert a tárgyalás során, átkategorizálhatja ezt az esetet, és óvásként és orvoslatként tárgyalhatja egyszerre. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy amiatt, hogy a 64-es szabályba kapott helyet ez a pont, ez ugye az óvási bizottságnak a döntése kell, hogy legyen, hogy milyen esetként kategorizálja a tárgyalási kérelmet.
És miután az óvási bizottságnak itt egy döntést kell hoznia, ezért a felek, akik részt vesznek a tárgyaláson, ők jogosultak elmondani ezzel kapcsolatban a véleményüket, indítványukat, jogosultak kérdéseket feltenni, úgyhogy ilyen módon ebből sincsenek kihagyva a felek, így részesülnek ebből a szolgáltatásból is. És akkor el is érkeztem az utolsó témához, amit szeretnék felvillantani, ezzel egy kicsit kötünk már át a következő prezentációhoz, ami inkább a versenyrendezés oldaláról fogja megközelíteni az új versenyszabályokat. De miután ez ugye itt versenybírókat is érinthet, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lesz itt az utolsó helyen. Mint a pálya végigvitorlázásával kapcsolatos szabályváltozást, átstruktúrálást szeretném bemutatni. A pálya végigvitorlázásának a leírását korábban a 28-as szabályban találtuk meg, ami a futamok levezetésével kapcsolatos részben található, viszont a pálya végigvitorlázása, mint kifejezés, ez több mint 10-szer köszönt vissza a szabálykönyvben különböző helyeken, és egyébként a szabályban nem is feltétlenül az általános értelmezésnek megfelelően használta a könyv ezt a kifejezést, úgyhogy ezért logikusnak tűnt az, hogy a pálya végigvitorlázását meghatározásként kiemelték a harmadik részből, belekerült a könyvnek az elejére, ahol ugye meghatározásokat találjuk. Innentől kezdve minden előfordulás helyén döltbetűvel szedik a könyvbe azért, hogy tudjuk, hogy olyan értelemben kell használni ezt a kifejezést, ahogy a meghatározás erről szól. És amellett, hogy ez átkerült a meghatározások közé, megváltozott a versenyrendezői gyakorlat abban, hogy azt a hajót, amelyik hibát vét a pálya végvitorlázásában, azt hogyan lehet értékelni, hogyan lehet az ő megfelelő értékelését érvényre juttatni. Itt hoztam egy rövid kis animációt, kövessük végig, hogy mi történt eddig, ez lesz ugye a felső blokkban, és utána pedig kövessük végig, hogy mi is történt az új szabályokban. Kiindulunk abból a helyzetből, hogy van egy hajó, akit észlel a versenyrendezőség például, hogy nem vitorlázta végig a pályát, mert például kihagyott egy terelőbóját, vagy a célvonal előtt kihagyott egy jelet, ami ugye, ahogy cikcakba halzolásokkal érkezik le a hajó hátszélbe, lehet, hogy nem állt neki kézre, és akár figyelmetlenségből elvitorlázott mellette. A korábbi szabályok szerint, hogyha ilyet észlelt a versenyrendezőség, akkor első lépésben a hajót a célba érési helye szerint kellett értékelnie. Majd aztán a hajót értesítenie kellett arról, hogy észlelte ezt a vélt hibáját, és egy óvást kellett benyújtania. Ezek az óvások sajnos nagyon sokszor egyébként érvénytelenné kerültek nyilvánításra, azért, mert a versenyrendezőség nem mindig volt kellően tapasztalt abban, hogy milyen formai követelmények szerint kell ezeket benyújtani. Az óvási bizottság pedig, hogyha érvényesnek és megalapozottnak találta a feltételezést, akkor kizárással sújthatta a hajót, sok-sok papírmunkával társítva. Hogyha a hajónak nem tetszett az óvási bizottságnak az eljárása, mert úgy gondolta, hogy jelentős hibát vétett, vagy új bizonyítékokat szeretne bemutatni, akkor újra tárgyalást tudott kérni. Ez volt a korábbi időszakban. Az új szabályok szerint, amit pedig itt ki is vetítettem a felső dobozba, az A5.1 szabályban lévő módosítás szerint, hogyha a versenyrendezőség lát egy hajót, amelyik nem vitorlázta helyesen végig a pályát, akkor a versenyrendezőség magától értékelheti ezt a hajót NSC pontszámítási rövidítéssel. Az NSC pontszámítási rövidítés ugyanúgy a nevezett hajók száma plusz egyet éri, mint a DNF vagy a DNC, és ugyanúgy kiejthető pontszámot jelent. Hogyha a hajó pedig nem elégedett a versenyrendezőségnek a tevékenységével, tehát úgy gondolja, hogy a versenyrendezőség hibát vétett, amiatt, hogy őt NSC-ként értékelte, és ő pedig mégis szeretné bizonyítani, hogy ő már pedig végigvitorlázta a pályát, akkor orvoslati kérelem formájában keresheti meg az óvási bizottságot. Statisztikai alapja van továbbá ennek a módosításnak. A statisztikai alap az az,
hogy úgy gondolják a szabályalkotói, hogy sokkal több tárgyalást fogunk ezzel megelőzni, mint ahány orvoslati kérelem fog a versenyrendezőség hibájából megérkezni az óvási bizottsághoz, és hogyha sikerül a tárgyalások számát csökkenteni, akkor ugye mindenkinek rövidebbek lesznek a versenynapjai, hamarabb térhet pihenőre nem csak az óvási bizottság, de a versenyrendezőség és a versenyzők is. Úgyhogy itt jelentős szolgáltatási javulást remélünk, de fontos azt ugye megjegyezni, hogy a versenyrendezőségnek viszont ez egy jelentős felelőssége, tehát a versenyrendezőségnek itt hasonló elveket kell alkalmaznia, mint amikor a korai rajtokat megítéli, hogy csak azt a hajót értékelje, csak annak a hajónak rontsa a pontszámát önhatalmulag, amelyik szempontjából biztos is, hogy a hajó vagy ugye korai rajtos volt, vagy jelen esetben nem vitorlázta végig a pályát. Különben mind a három szereplőt, az óvási bizottságot, magát a versenyrendezőséget és a hajót is bele fogja hajtani egy olyan eljárásba, hogy orvoslati kérelem útján kell helyreállítani a rendezőségnek az adott hibáját. Úgyhogy igen, így értünk végig az én vonulatommal, és akkor így fogom átadni a szót Falesznak, aki aztán a versenyrendezési fókuszú új szabályokat fogja bemutatni. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet mindenkinek, és akkor, ahogy korábban is említettem, az írásban érkező kérdésekre a második előadást követően fogunk válaszolni. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm Bencének az előadását. Nem volt teljes a merítés, de azért ebből a kivonatból is világosan kiderül, hogy érdemes lesz tanulmányozni az új versenyszabályt, van mit megismerni belőle bőven. Most pedig áttérünk a versenyrendezőket, a versenyrendezést érintő szabályváltozásokra. Farkas Péter prezijét fogjuk látni, Farkas Péter adja elő a prezijét, ő a Versenyek Tisztviselői Bizottságának a rendezői csoportja tagja, versenyrendezői szempontból fogja megvilágítani az új szabálykönyvben történt változásokat. Megkérem Farkas, hogy vágjon bele. Oké. Na, üdvözlök mindenkit. Vártam volna egy üzenetet, hogy mehet. Van egy kedves segítőnk, Krisztián, aki ilyenkor írogat nekünk. Üdvözlök mindenkit, Farkas Péter vagyok, a versenyrendezőknek a szemszögéből próbálom bemutatni ti nektek az új szabályoknak az alkalmazását, illetve azt, hogy milyen olyan szabályok kerülnek most elő, amiket eddig másképp alkalmaztunk a versenyrendezésben. Először is nagyon örülök neki, hogy a World Sailing foglalkozik, és folyamatosan foglalkozott a fejlődéssel. Az elmúlt 4 évben volt jó néhány kérdésünk, mint versenyrendező, hogy mégis hogy alkalmazunk egy narancslobogót, vagy mégis milyen megszorításokat kell nekünk alkalmazni. Nem volt teljesen tökéletesen tiszta egy-két dolog, és úgy vettem észre, ugye tavaly megkaptuk már a friss változatot nyár végén, ősz elején, hogy milyen változások jönnek be, és úgy veszem észre, hogy keményen dolgozott a World Sailingnek ezen csoportja, és nagyon örülök neki, hogy sikerült eljutnunk ideig. A Bence által bemutatott szabályokon tovább menve, illetve először is reflektálva az utolsóra, amikor túlva elfelejtettem. Mindegy, menjünk tovább. Szóval az RRS fejlődik folyamatosan, és egyre úgy érzem, hogy egyre jobb és jobb, és úgy gondolom, hogy a versenyrendezők egyre jobban és egyre precízebben tudjuk ezt alkalmazni. Tudni kell azt, hogy a magyar versenyrendezői program, illetve a magyar versenyrendezők azért világszinten elismertek, és eddig akárhova megyünk és mentünk Európába, azért úgy gondolom, hogy az elődeink megalapozták azt, hogy jó
jó programmal tudunk menni, illetve elismernek minket, és szeretném, hogyha ugyanezen tudnánk tovább menni. Úgyhogy aki érez affinitást, természetesen az jöjjön, és menjünk ezen tovább. A legelőször, amit be fogok mutatni, az az egyéni úszó eszköznek a mentőmellének a viselése és az ottani szabálymódosítás. Megpróbálom minden egyes szabálymódosítást úgy bemutatni, hogy a megmutatom az újat, összehasonlítjuk a régivel, és amire tudtam, arra hoztam példát is tényleg. Nagyon fontos, hogy a versenykírás és versenyutasításban, mint versenyrendezők, sok esetben részt veszünk a versenyszervezőkkel, a tagszervezetekkel, azon szervezetekkel, akik ezeket a versenyeket évről évre megrendezik. Így különös figyelemmel kell lenni a kiírások és utasításoknak a különböző pontjainak az alkalmazásában. A mostani RRS sok esetben javult, sőt azt tudom mondani, hogy a legtöbb esetben javult, és könnyebbség, és jelenleg egy kiírás vagy egy utasításnak a megléte, illetve annak a megírása, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy pontosította ezeket a pontokat. Nem szabad elfelejteni, hogy szabályokon keresztül rendezünk, és szabályokon keresztül vitorlázunk. Én mégis azt szoktam mindig mondani, hogy a két dolog, ami szerintem felülír mindent, ez a fair play és a sportszerűség. A versenyrendezést és a mi munkánkat nem lehet patika mérleggel mérni, nem egy zárt teremben 100 méteres sípfutáson veszünk részt, és azt rendezzük. Nagyon sok benne a szubjektív döntés, és nagyon sok az olyan döntés, ami inkább belülről jön, és nem feltétlenül a szabálykönyvben leírt pontok alapján. Ezért nyilván a versenyrendezők is tudnak hibázni. A kérés mindig az, hogy ne a hibáink alapján ítéljenek meg minket, hanem az, hogy hibáinkat hogyan kezeljük. Ezt mondom, az utolsó pontban fogjátok látni, hogy külön kitérnek erre, hogy ha a versenyrendezők hibázik, azt el kell ismerni, és természetesen meg kell mindent azért tenni, hogy a legkönnyebben tudjuk ezt orvosolni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része a vitalázásnak, hogy a versenyrendezők, amikor állsz a hajón, vagy éppen rakod a búját, akkor tényleg a lehető legjobban, lehető legfelkészültebben időben, és megtéve mindent azért, hogy a versenyzőknek jót tudjál tenni. Na de térjünk rá legelőször erre a 40-es szabályra, a egyéni úszóeszköz követelményének alkalmazása. Észre fogjátok venni, hogy alapvetően nem sok változott, tehát nem arról beszélünk, hogy föl kell venni ezt a mentőmenét, vagy pedig nem kell fölvenni, hanem szétbontották a 41 szabályt, így megfogalmaztak egy alapszabályt, illetve az alapszabálynak az alkalmazását. Az egyéni úszóeszköz viselése az véleményem szerint egy nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb dolog. Ugye a biztonság mindig első helyen kell, hogy álljon, és a biztonságot mindig minden elé kell helyezni. Ez különböző országokban olyan szintű kultúra van már, hogy meg se kérdezik, hogy fel kell-e venni a mentőmellényt, akár versenyrendezőknek, bíróknak, akár a versenyzőknek. Sőt, olyan szinten mennek el különböző országokban lévő szabályozások, hogy amennyiben nem veszed fel, vagy éppen nem kötöd be a bukósluszt, abban az esetben akár a jogosítványod is ugorhat. Az egyéni úszóeszközt, és ez most személyes véleményem jön, én úgy gondolom, mindenki, aki vízre megy, viselnie kell, és ez természetesen vonatkozik a versenyrendezőkre, a versenyzőkre, bírókra, technikai bizottságra, mindenkire. Én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy vegyük föl mi is, az a biztos, és ne a kibúvókat keressük azzal, hogy ha le van horgonyozva a motoros, vagy éppen pont nem, nincs futam, akkor nem hordjuk. Úgy gondolom, hogy minket látnak, úgy gondolom, hogy példát kell mutatnunk, és az egyéni úszóeszközt viselnünk kell. Összehasonlítva a különbséget, ha egyáltalán valaki érez ebbe a különbséget a 41 szabály alapján, itt látszik a 2017-20-as szabály, bocsánat, illetve a 21-24-es új szabály. Alapvetően a különbséget ott érezhetitek, hogy az egyéni úszóeszközök viselésével van egy alapszabály, illetve természetesen ezeknek az alkalmazása. Engedélyt kaptunk, hogy eldönthessük az egyéni úszóeszköznek a viselését kint a vízen is, amennyiben erre szükség van. Itt az Y lobogónak a felvonásával egy hangjellel, de eldönthetjük azt is, hogy a parton felhúzzuk az Y lobogót, és akkor már kényszerítjük
illetve felhívjuk a versenyzőknek a figyelmét, hogy a vízre szállástól kezdve folyamatosan viselni kell, egészen addig, amíg a partra ki nem érve. És itt fontosak ezek a fogalmak. Tehát ha elrúgják a partot és kimennek, viselniük kell a mentőmellényt. Itt szeretném még megemlíteni az osztályszabályokat. Nyilván vannak olyan osztályok, akik kötelezővé teszik az egyéni úszóeszköznek a viselését. Ifjúsági osztályokról beszélek, vagy olyan skif osztályokról, ahol kötelező hordani mindig. És ez alól a szabály is kivételt enged, ez pedig semmi más, amikor a ruhát cseréljük, átöltözünk abban az esetben, az egyéni úszóeszközt le lehet venni. És természetesen mind a két szabály, a régi is és az új is kitér arra, hogy a könnyű búváruha vagy szárazruha nem egyéni úszóeszköz. És még egy nagyon fontos dolog, hogy leegyszerűsíthetjük ezt mentőmellényre, és tudom azt is nagyon jól, hogy milyen szabályozások vannak Magyarországon a mentőmellényre, és tudom azt is, hogy egy egyéni úszóeszköz az nem feltétlenül minősül a hatóságnak mentőmellénynek. Még nagyon-nagyon régen Hodács Lajos, aki ismeri, tudja, azt mondta, hogy amennyi kilóg belőled a vízből, annyi biztos, hogy fönn fog tartani. Itt arra kell nagyon figyelni, hogy amikor a vízbe kerül egy ember, ott addig a pillanatig, míg nem tudjuk megmenteni, vagy nem tud egy biztonságos helyre vissza a hajóhoz menni, addig biztosan fönn tudja tartani. Ha ugrunk tovább, hoztam pár példát, ahol a versenykírásokban, vagy éppen az utasításokban szerepel a 41 szabály. Itt hoztam egyet egy túraversenyről, ez már idei, a 2021-es Balaton évadnyitó 878 nagy díjról, ahol is a Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében két külön pontban is kiemeltük a 41 szabályt. Ez az egyik a trapéz használó egységek, a vízen tartózkodás teljes időtartam alatt, kivéve a ruházat cserén, kötelező hordaniuk. Ugye egy fontos azt látnotok, hogy mivel nagyhajós túraversenyről van szó, ezért megtörténhet az, hogy kimegyünk egy 3-4-5-6 csomós szélbe, verőfényes napsütésbe, nyilván nagyhajókkal nem tudjuk kötelezni őket arra, hogy fölvegyék ezt. Ez természetesen a versenyutasítás ezen pontja módosítja, tehát amelyik hajón trapéz van, annak kötelező hordania, és ugye remélem mondanom se kell, hogy nem csak annak, aki a trapézt viseli, hanem az egész hajón lévő legénységnek, illetve a kapitánynak is. A másik, ahol ha valaki figyelte, akkor az tök jó, ha valaki nem, akkor meg elmondom. Évről évre visszük le a 10 csomóig most már a határt, ahol az egyéni úszóeszköznek a viselése kötelező. Nem tudom már, hogy honnan indultunk, de még az is elképzelhető, hogy 20 csomóról, és szépen évről évre visszük le. Alapvetően azt lehet észrevenni, hogyha meteorológiai szolgálattal kapcsolatban vagyunk, ez esetben elég sokszor már az elsőfokú viharjelzést föltolják. A másik az, hogy a hajók modernebbek, gyorsulnak, egyre nagyobb a vitorla felületük, egyre nagyobb bőszeres vitorlákat húznak föl, és egyre könnyebbek. Én úgy gondolom, hogy azt nem mondom, hogy nem biztonságosak, viszont azt mondom, hogy a mentőmellény legyen rajtuk 10 csomó szélbe, azért mert elég durván tudnak menni a hajók. A második példa egy kerekedő ifjúsági kupáról hoztam. Itt szerintem teljes mértében egyértelmű a sztori. Egy ifjúsági versenyen nem is lehet kérdés az, hogy a mentőmellényt gyakorlatilag folyamatosan hordani kell. A harmadik példa pedig a 470-es világbajnokságon volt Villamurában, a Sailing Instruction, a versenyutasításnak egy külön pontja, amit azért hoztam ki nektek, mert a szervező egyesület, vagy a versenyrendezőség akár megkövetelheti azt is, hogy a coachbot az edzőhajókon is kötelező legyen ezt felhúzni. Tehát amennyiben aki az Y-lobogót a versenyrendező hajón vagy pedig a parton felhúzzák, abban a pillanatban az összes edzőnek is természetesen ezt hordania kell, és használnia kell. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a versenyzőkre, csak is és kizárólag az átöltözésnél lehet ezt kihagyni. Ha megyünk tovább, és azt hiszem az egyik legizgalmasabb részhez jöttünk, ami az RRS-ben számomra most nagyon, nagyon jól esik,
hogy ezzel foglalkozott a World Sailing, és nem betette a narancs lobogónak a helyzetét. Aki rendezett, és az elmúlt 4 évben, sőt, akár még előbb is fönt volt a versenyrendező hajon, elég sok vitát folytattunk azon, hogy a narancs lobogónak nem is a jelentése micsoda, nem az, hogy hogyan és mikor használjuk. Leegyszerűsítették most nagyon a helyzetet, a narancs lobogó, az a lobogó, amelyik a versenyrendező hajónak a rajtvonalon a rudon van rajta. Tehát onnan nézzük a rajtvonalat. Amennyiben jelentést szeretnénk tenni pluszba neki, természetesen felruházhatjuk különböző tulajdonságokkal. Ezt a versenyutasításban is szerepelhet. Viszont nagyon fontos, hogy amennyiben nem szerepel a versenyutasításban, így a narancslobónak a jelentése annyi, hogy ezt a lobogot viselő rúd a rajtvonal egyik végét jelöli. Ha emlékeztek rá, főleg egy forgolódós, főleg egy leállós szélbe, akár virgonc fiatalokkal, amikor többen voltak, én többször kellett újraindítani, akár visszalőni, majd belehalasztani. A narancs lobogó folyamatos fönntartása azt jelentette, hogy mindig legyenek készen a srácok arra, hogy bármikor rajt lehet. Lehet, és bármikor rajt lehet, pontosan úgy volt megfogalmazva, hogy nem korábban, mint 5 perc lehetett az első figyelmeztető jelzést indítani. De egy többszöri próbálkozásnál, pályamódosításnál, hogyha fönhagytad a narancs lobogót, akkor gyakorlatilag azt érted el, hogy folyamatosan arra számoltattak a versenyzők, hogy bármikor jöhet a figyelmeztető jelzés, mivel ez egy folytonos rajteljárás volt. Én úgy gondolom, hogy egy idő után elegáns volt lehúzni a narancs lobogót, szusszanni egyet, és újraindítani ezt a rajteljárást, mivel a versenyzők is olyanok, mint egy autóversenyző az autók. Amikor mielőtt a rajt lenne, ott is fölpörög a motor, a versenyzők is fölpörögnek, és egyszerűen nem várhatja el egy versenyrendező azt, hogy egy 20-25 perces rajteljárásban folyamatosan ezen a szinten legyenek a versenyzők. És úgy gondolom, hogy ez tolakodó is egy picikét. Sok esetben hozogattuk föl ezt a narancs lobogót, nem beszélve, hogyha a Pinenden is volt narancs lobogó, és annak is adtunk jelentést. Most ezt rendbe tették. A lényeg az, hogy amennyiben a versenyutasítás tartalmazza, ugyanúgy jelentést lehet neki adni, ugyanúgy meg lehet azt csinálni, hogy az első figyelmeztető jelzés előtt nem korábban, mint 5 perc a narancs lobogót föl lehet húzni, amennyiben ez nem tartalmazza, abban az esetben a narancs lobogónak a jelentése kizárólag a rajtvonal egyik végig jelentő rúd. Fontos, hogy a 26-os szabály egy standard rajtajárást ír le, amitől eltérhet bármelyik verseny, amennyiben a versenyutasítást tartalmazza. Most is rendeztünk olyan versenyt, amiben 3 perces rajtajárást alkalmaztunk, de vannak olyan versenyek, ahol 7 perces rajtajárást alkalmaznak. Nem beszélve arra, hogy vannak olyan tradicionális túraversenyek, ahol 10 perces rajtajárást alkalmaznak, és talán pár évvel ezelőtt rendeztem olyan versenyt is, ahol 15 perces rajtajárás volt. A 26-ostól eltérő rajtajárást verseny utasításban jelezni kell, és pontosan le kell írni azt, hogy milyen rajtajárások lesznek. Összehasonlítva a régi szabályt, a 17 és 20 közötti és a 21 és 24 közötti, a régiben 8 helyen említette a narancs lobogónak a használatát. Ebben nagyon fontos, hogy benne volt még az L függelék, ami a versenykiírás és a versenyutasításnak a megírásának egy szamárvezetője, hogyha szabad így mondani. Nyilván le van írva, hogy a versenykiírásnak és utasításnak mit kell, vagy mit ajánlott tartalmaznia, de tartalmazott az előző versenyszab egy L függeléket, ahol leírta pontosan, illetve bocsánat, segítőkészen leírta, hogy hogyan kell ezt megírni, és el is magyarázta azokat a dolgokat. Itt láthatjátok azt, hogy a rajtjeleknek a végén lévő narancslobogót, a cél jeleken lévő narancslobogónak a használatára külön kitért, ez az elfüggelék, és el is mondta, hogy pontosan hogyan van. Fontos, hogy a versenykírást és utasítást tartalmazó függelék pedig végig is ugyanezt leírta még egyszer, de az elfüggelék ehhez volt útmutató. A 2021-24-es szabályoknál
Fontos megemlíteni, hogy teljes mértékben szétválik a narancs és a kéklobogó, és a kéklobogóra is mindjárt majd rátérünk. Fontos azt megemlíteni, hogy amennyiben az utasítás nem tartalmazza a célhajón kizárólag a kéklobogó használata, szükséges, minden más lobogó pedig a értelemszerűen kell húzni akár hajosztályokat, csoportokat, vagy éppen egy napnak a befejezésének a jelzését. A narancs lobogót pedig a rajtnál kell használni. Így bekövetkezhet az is, és ez egy nagy könnyebbség, mindannyian rendeztünk már olyan pályát, ahol egyik oldalon be lehetett futtatni, a másik oldalon pedig rajtolást lehetett volna csinálni. Ez most már lehetséges, méghozzá párhuzamosan is. Nem mondom, hogy ezt erőltetni kell, mert nyilván minél több helyre megy el a figyelem, annál több hiba lehetőség van, de ismeritek ti is a keleti leállót, ismeritek ti is azokat a körülményeket, amikor még beleférne egy futam, de várnunk kell az utolsó hajóra még negyed órát. Alapvetően nagy könnyebbséget ad a versenyrendezőknek, így a narancslobogónak a használata. Az új RRS-ben a narancslobogó borzasztóan egyszerűen elmagyarázzák. Itt az új RRS-ben én nem találtam meg az elfüggeléket, az is igaz, hogy ezt később csatolható, ha ugye ebben már nem lesz bennem, mert ugye ki van nyomtatva, de nyilván amennyiben a versenybíró bizottság ezt szeretné, föltölti a WordCrew-nk a honlapjára, és onnantól kezdve letölthető. Én úgy gondolom, hogy teljes a verseny, az RRS nem feltétlenül szükséges, de az előző ez egy nagyon jó szamárvezető volt annak, aki nem írt sok utasítást és kiírást. Tényleg pontról pontra érte, ezt hogyan kell csinálni. A narancs lobogóról ennyit szerettem volna, illetve még egy dologra szerettem volna kitérni itt a versenyutasításban, hogy az ember beléri ezt a nem korábban, mint 5 percet, vagy nem írja bele a nem korábban, mint 5 percet. Én sok esetben hátráltatva éreztem magam, vagy éppen a versenyzők, vagy éppen a támogató személyek, hogy 5 percet kell várni a narancs lobogó felhúzásától az első figyelmeztető jelzésig. Hogyha ideálisak a körülmények, a kedv is megvan, és tudjuk azt, hogy tudnánk pörgetni ezt az egészet, én személyesen úgy gondolom, hogy akkor lehet indítani, és hogyha mindenki készen van. De ha nem beszélve arról, hogy az elmúlt 4 vagy éppen 6 évben olyan szintű kommunikációs fejlődés volt már a versenyrendezők a támogató személyek között, amivel fel tudjuk gyorsítani a különböző rajtajárásokat, és ezzel a kommunikációval tudjuk egymásnak a munkáját segíteni. Most már minden edzőnél van VHF rádió, versenyrendezőnél van VHF rádió. Bocsánat. Neki tudunk menni annak, hogy a következő rajt sokkal időben legyen. Ezáltal a nap is előbb véget ér, nyilván ezt nem erőltetve kell csinálni, és a versenyzők és mi is azért többet tudunk pihenni. És természetesen az ideális körülményekben, abban az időablakban, amikor normálisan fúj a szél, úgy gondolom könnyebben tudunk versenyt rendezni. Rossz azt nézni, amikor kész a pálya, és még mindig nem tudunk rajtoltatni. A következő pontban hoztam pár példát narancslobogónak a 2021-es használatára. Itt megint a 470-es világbajnoksághoz tértem vissza, 4 különböző pályával mentek, ebből 2-t mutatok be ti nektek. Mint látszik, már a versenyrendező hajón mutatják már csak a narancslobogót, a bal alsó sarokban látjátok, és a befutó hajón pedig már csak a kék lobogót. Ezeknek az együttes felhúzása kizárólag akkor, hogyha az utasítást tartalmaz, de úgy gondolom, hogy teljesen felesleges ilyen szintű túl komplikálásba belemenni. Az RRS engedi, segített nekünk, én úgy gondolom, ezt használjuk. Tehát ha befutóhajóról van szó, akkor kék lobogót az árbócra, ahol nézzük a vonalat, ha pedig rajtról van szó, akkor pedig narancs lobogót. Hoztam egy túraversenynek a rajtját, egy több csoportos rajtról beszélünk, amik ugye 3 szektorra van osztva. A Magyar Vitorlás Szövetségnek a túraversenyei, a TVSK-nek a túraversenyei is így mennek, amikor tényleg sok induló van,
tehát nem 60-80-100 indulóról beszélünk, hanem 200-250 indulóról, illetve arról, amikor együtt indulnak a több trapézos, akár katamaránok, liberák és így tovább, ahol nagyon nagy kalamaika lenne, hogyha a két csoportot összeengedni. A versenyrendezői szempontból ezek nagyon nehéz rajtok, mert pont a hátad mögött történik az esemény, miközben az egyik oldalt nézed, ezért mindig meg kell bízni egy számodra nagyon megbízható embert, aki néz az egyik oldalt, te a másikat, és így kell eljárni. A három szektor, ez minden esetben az egyiknél a katamaránok, liberák, a rohanógépek mennek, a másik oldal pedig a klasszikus egytestű hajók, illetve van egy harmadik szektor, egy közbülső szektor, semmi más, mint a versenyrendezőnek a védelme. Ha lehet, akkor senki ne rongyoljon neki 15-20 csomóval a versenyrendező hajónak, hisz akkor a versenynek vége, és ki tudja, mikor folytatjuk utoljára. A legalsó ábra pedig a szabálykönyvből metszettem ki. Itt arra akartam kicsit kitörni, hogy nem kell hihetetlen komolyan gondolni mindent. Tökéletesen leírja a szabálykönyv, miről van szó. Van egy versenyrendező hajunk, van egy rajt és célbólyánk, van egy sima up and down pályánk, és gyakorlatilag egy darab narancs lobogóval és egy darab kék lobóval a rajt, illetve a cél jelölhető. A kék lobó használata és az az alatti szöveg. Itt őszintén megmondom, a Bencét fölhívtam ma, hogy konkrétan miről beszéljek, mert a kék lobó használata tényleg olyan borzasztó egyszerű, hogy nem gondoltam, hogy erre nagyon külön kifog vagy kitérnék, de aztán rávilágított engem arra, hogy igenis érdemes megemlíteni. Az egyiket azt már mondtam, hogy a célhajón felhúzott kék lobogó gyakorlatilag az árbócot és a befutót is jelenti, illetve a másik az, amire külön kitér a 25.3-as szabály, hogy a lobogók helyettesíthetők ezekhez hasonló tárgya. Ne felejtsük el azt, hogyha mondjuk szerintem azt már láttátok, egy pályamódosítást, hogyha felhúzunk egy csárlit, és hozzáhúzunk egy pirosat, vagy egy plusz-minuszt, gyakorlatilag a kapu között megállsz, akkor gyakorlatilag pont a lobogókat nem fogják látni a versenyzők. A dudát még csak-csak hallják, még tudják, hogy valamire el fog menni, de pont szélirányból fúj ez az egész, és amikor miközben veszik, lenéznek, nem nagyon fogják látni a lobogókat. Ezért sok esetben már helyettesítjük táblákkal őket, amit feléig tudunk tartani, és ezen tábláknak az alkalmazásában sokkal jobb vizuális segítséget tudunk nekik adni. A hangjelre felfigyelnek, majd a táblán pedig látják. Így, hogyha bármi nem lenne, vagy van jobb, ugye ez nagyon fontos, hogy ha van jobb, akkor helyettesíthetők a lobogók ezekhez hasonló tárgya. A narancs és a kék lobogó különbségéről már meséltem, és én úgy gondolom, hogy a kék lobogóval itt be is tudjuk fejezni. A lobogók felett kitűzött versenyjelzések. Elrontottam a dátumot, elnézést kérek. Összehasonlítottam a 2021-24-es, illetve a 17-20-as szabályt, az alsó a régi. Aláhúztam azt, ami jelenleg különböző. Azt szerintem mindenki tudja, hogy a fellenyíl, a pont, a szakaszos duda, a hosszú hangjel mit is jelent. Viszont most kiegészítették azzal, és ezt, hogyha megengeditek, föl is olvasom, hogy amikor egy látható jelzést, egy osztálylobogó, egy flotta lobogó, egy versenyszám lobogója, vagy egy versenyterületet jelölő lobogó felett tűz neki, akkor az csak az adott osztályra, flottára, versenyszámra, vagy versenyterületre vonatkozik. Ugye gyakorlatilag ezekre a gondolatokkal egészítették ki az előző 4 éves periódusnak a szabályát, hogy nem csak egy osztályra vonatkozik, hanem gyakorlatilag a flottára, a versenyszámlóórára, a versenyterületre érvényesek. Erre hoztam két példát, és szerintem ott már mindenki fogja érteni, hogy mire gondolt itt a költő. Nézzünk egy picit bonyolultabbat. Optimistnek a második csoportja az ezüst, a kék csoport.
nem tudom, leállt a szél, az arany még elment, őket már a kettes bójánál beengedték, de valahogy nekik is jelölni kell azt, hogy ennek a mai napnak ezennel vége van. Ez esetben nyilván húzunk egy alpi alatt az alfát. Az alpi alatt az alfát, hogyha bármilyen jelzés nélkül húzzuk fel, akkor gyakorlatilag a teljes csapatot hazaküldjük, aki jelenleg akkor a pályán van, illetve ott várakozik, aki még nem rajtolt. Meg tudjuk azt tenni, és engedi a szabály, hogyha húzunk hozzá egy kéket, azzal jelölve az Optimistnek az ezüst csoportját, illetve fölhúzunk föl egy Optimist lobogót, akkor kizárólag azt a csoportot küldjük ki a partra. Fontos, hogy ennek a versenyutasításnak tartalmaznia kell természetesen az Optimist lobogót és természetesen a kék lobogónak a jelentését, tehát ott meg kell határozni, és minőséget kell neki adni mind a két lobogónak, hogy mit jelent, de ezáltal tudunk kommunikálni úgy a versenyzőkkel, hogy nekik már a vége van, vagy csak az aranycsoporttal megyünk tovább, mivel akkora a szél, vagy az aranycsoport már éppen befejezte, mert az ezüst többet rajtolt, és lehet a szél, akkor ti is hazamehettek. Így gyakorlatilag egy hajósztály egy csoportját is be tudjuk küldeni, de akár az egész hajósztály. Illetve a második részre pedig hoztam egy egyes számlengőt, aminek, hogyha a versenyutasításban alfa pálya jelentést adunk, akkor az alfa pályát tudjuk hazaküldeni, hogyha egy rajcsoportot, akkor a csoportot, amennyiben hajósztályoknak egy csoportját, akkor azt a csoportot tudjuk természetesen. De az utasításban lévő nagyobb jelentőségű csoportot haza tudjuk küldeni, érvénytelenítjük, tehát ebben az esetben érvénytelenítjük a futamot, és egy parti halasztást tudtunk nekik húzni. Nyilván ne csak arra beszéljünk, hogy hazaküldjük őket, meg vége van a napnak, természetesen ugyanezeket a parton is használva ki tudjuk őket küldeni, bizonyos hajóosztályoknak bizonyos szél mennyiségre van szükségük, 4-5-6 csomó, szörfnél az akár mehet följebb is, illetve a teteje a szélnek is meghatározott, osztály előírásban meghatározott csomóról beszélünk, 18-22-25-30-31 csomó, lehetséges az, hogy van egy 4 pályás versenyünk, a 4 pályán mindegyiken van 3 különböző hajóosztály, még az is lehet, hogy minden 4 pályát kivisztük, de mindegyiket csak egy hajóosztálya, gyakorlatilag ezekkel a lobogók együttes jelölésével tudunk kommunikálni együttesen a versenyzőkkel. Kutatási és mentési utasítások, V-lobogó használata. Azt hiszem, hogy ez volt az egyik olyan szabály, aminek nagyon örültem, hogy behozták. Ugye a Viktor lobogót használtuk már így úgy. Most egyelőre, hála Istennek, ő is egyelőre, most már hála Istennek gyakorlatilag a mentési szolgálatot jelenti, és mostantól a Viktor lobogónak a felhúzásával a versenykírás, versenyutasítás mellé közzétett biztonsági terv alapján kell eljárni. Amennyiben nincs biztonsági terv, ebben az esetben is ismertetni kell azért a támogató személyekkel egy policy-t, hogy mi alapján megyünk, de alapvetően a főrendező lesz ilyenkor, hát idézőjelbe a főnök, és az ő utasításait, a szabály azért óvatosan fogalmaz, hogy a lehetőségekhez képest, illetve ha lehetséges, azt írja. Ettől függetlenül arra kérek mindenkit, hogy a főrendezőnek az utasításait hajtsa végre. Fontos, hogy mi biztonsági tervvel már régóta dolgozunk, akár nagy ifjúsági versenyeken, akár nagy túraversenyeken. Erre hoztam is egy példát, a kék szalagról szeretnék egy pár szót mondani. És nagy szerencsére nem kellett még alkalmazni, de nagyon sok melót kell szerintem beletenni, hogy minden egyes versenyünknél minimum egy-két oldalas biztonsági terv legyen, hogy mi a policy arra, ha hirtelen lejön egy vihar, mi van akkor, hogyha ha hirtelen nagy esőzés jön, akár villámzása, mi a mentési terv. Azért azt ne felejtsük el, hogy OP országos bajnokságon 140 hajó van kint, normális esetben 20 darab motorossal. Ha hirtelen mindenki ki kell vinni a partra, az azért sok. Még akkor is, hogyha mindent megteszünk, sok időbe telik. Egy biztonsági tervnél, ahol zónákra, szektorokra van felosztva a pálya,
ahol konkrétan meg van határozva, hogy ki merre megy és mit csinál, sokkal könnyebb és rengeteg időt tudunk ezzel spórolni. A biztonsági tervnek a megléte, én úgy gondolom, hogy kötelező kellene, hogy legyen ezeken a versenyeken olyan kötelező, mint az utasítás vagy éppen a kiírás, bár lehet, hogy ebben egy kicsit szigorú vagyok, de úgy gondolom, hogy nem játszhatunk egymásnak az életével. És még egy fontos dolog, nem a főrendezőnek kell lennie, természetesen a biztonsági tervnek a vezetőjének, most hirtelen akartam mondani a nevét, de majd eszembe jut. Tehát a főrendező is átadhatja ezt a titulust, illetve a biztonsági tervben nem ő van megnevezve, akkor amennyiben a Viktor Lobogó felhúzása megtörténik, automatikusan átmegy ez a felelősség és a munka a megfelelő személynek. Egy jó példa erre, hogyha egy nagy túraversenyt rendezünk, vagy egy több pályás nagy ifjúsági versenyt, és a VMS is kint van velünk, és a biztonsági tervben vállalják azt, hogy részt vesznek, akkor ez esetben nem a főrendező, hanem automatikusan a VMS ügyeletes tisztje lesz az, aki VHF-n az utasításokat fogja adni, és el fogja mindenkinek mondani, hogy mit csináljon. És akkor a példa, amit hoztam ti nektek, ez a kék szalagnak a biztonsági terve 2020-ban, ez a biztonsági terv 17 oldal, és rengeteg szervezettel dolgoztunk együtt, illetve dolgozott a szövetség együtt, mire ez a 17 oldal meg lett. Csak hogy néhányat megemlítsek, a fontos rádióforgalom miatt a Novofer-nek külön részt szenteltünk a biztonsági tervben, akik a VHF csatornáknak, az RDR csatornáknak, illetve a Digitális Balaton 2-nek az üzemeltetésével foglalkoznak, hogy a kommunikáció erős legyen. A vízimentő szolgálat nagy részben, vagy nagyon-nagyon sokat segített és tett bele ebbe a biztonsági tervbe, ahol gyakorlatilag, hogyha nagy hávária van, ez egy 48 órás túraverseny, nagy hávária van, hogy ők átvesznek minden irányítást, automatikusan megkapják a felelősséget és a jogot arra, hogy eljárjanak, és onnantól kezdve, hogy náluk van a labda, minden egyes rendezőnek, bírónak, és mindenkinek, aki tud, be kell tartani az ő utasításait. A kék szalagot mi három nagy szektorra osztottuk, Balatonfüred, Szemes, Fonyód, illetve Fonyód-Keszthely. Illetve ezeket folyamatosan felügyelik a motorosok, és folyamatosan a helyszínen vannak. A jobb alsó sarokban látjátok a felosztását, képzeljétek oda a Balatont, ahol a mentőmotorosok, illetve az őket irányító szakemberek folyamatosan felügyelnek, még akkor is, hogyha 30 fok van és nincs semmi szél, mint tavaly. Ha emlékeztek rá, pénteken délután akkor is meg tud jönni a 15-20 csomó, és hál' Istennek a maradék mezőnyt azért be tudta fújni. A kommunikáció erősnek kell lenni a VHF vonalnak, mint ahogy már említettem, a VHF rádió, hajózási rádió lehet a hajókon, a 16-os csatorna a vészhívó csatorna, 18-27 átlát mindenhol, tudunk rajta kommunikálni, a Digitális Balaton 2 pedig a versenyrendezésben segített nekünk. A plusz szolgáltatás a kék szalagon az SMS értesítés mobiltelefonokra. Én úgy gondolom, hogy ha az információ eljut az emberekhez, akkor onnantól kezdve azért tudnak magukra figyelni. A rajtolás és célba érés. Meg fogjátok majd látni azt, hogy nagy magic nincs a dologban, viszont amiről már több mint fél éve beszélgettünk, ez a hajótest teljes terjedelme, illetve a hajótestnek bármelyik része dolog, ez végre kisimult az RRS-ben. Ne felejtsük el, hosszú éveken keresztül rendeztünk úgy, hogy a policy az volt, hogy a hajónak a természetes helyzetét, illetve a legénységnek a természetes helyzetét kellett nézni egy hajón. Ez azt jelenti, hogyha valaki trapézolt, akkor nyilván a trapézos ember is beleszámított a hajóba. Hogyha egy spinakert felhúztunk, és az osztályszabályoknak megfelelően előre volt engedve, akkor a hajó részeként viselkedett a spinaker. Most ezt helyre tette az RRS, én úgy gondolom, hogy fejlődött annyit a technika, bőven mindenféle fajta dolgok
lógnak ki a hajóból, elől, oldalt, hátul. Ha csak nézzük a DSS-t, ha csak nézzük elől az orsudarat, ha nézzük azt, hogy egy borzasztóan egy blisztert föl lehet húzni, akár kiengedni, hát 4-5 méterre is előrébb tud menni. Én örülök neki, hogy most jelenleg hajótest teljes terjedelmét nézi, és ki is emeltem ti nektek ezt a két pontot. Ebben a két részben volt a módosítás, illetve 29.2 legvégén, hogyha olvassátok, a 29.2 ment be, az az előző ciklusban nem volt beleírva, bár szerintem magától értetődik. Méghozzá 29.2 az általános visszahívó, 30.3 az az U lobogó, tehát a uniform lobogóval való rajtolás, a 30.4 pedig a fekete lobogóval. Lefordítva magyarra, nézzünk egy rajtvonalat, jelenleg a hajótest számít. Az nagy kérdés, és erre exakt választ még nem kaptam, de remélem, hogy majd lassan azért jön, hogy mi minősül a hajótestnek, mert én úgy gondolom, hogy az osztályszabályok határozzák meg, hogy mi minősül a hajótestnek, és ugye aki kint van, az a hajótest bármely részét nézzük. Gondolok itt arra, hogy egy 49-esnek a létrája, vagy a, nem tudom, a Rafikának a létrája, az benne van, vagy pedig nincs benne. De én úgy gondolom, hogy erre majd az osztályszabályok választ fognak tudni nekünk adni. Visszatekintve az előző szabályra, 17-20-as szabályra, itt külön le volt írva, hogy a testének, legénységének, vagy felszerelésének bármely része, illetve nem volt benne a 29-2. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kell túl misztifikálni és túl gondolni. Ha visszamegyek az előző szabályra, csak hogy az maradjon meg utoljára, tehát most jelenleg a hajótest bármely részét nézzük, illetve a hajótest teljes terjedelme. Ez a két dolog szerintem a fontos, és hogyha egy rajt vonalat, vagy éppen egy cél vonalat nézünk, akkor jelenleg a következő 3 évben ezt kell használni, 3,5 évben. A pontszámítás, és ugye ezzel a legelején erre is utaltam, a 90.3-as szabály, itt azt kell tudnotok, hogy az A, B, C pont, az bent volt már, és kiegészítették a 90.3-as szabályt ezzel a D, E ponttal. De említsük meg először ezt az ABC pontot. Nem írtam, nem egy borzasztó hosszú a szabály, de alapvetően arról szól, hogy a versenyrendezőség az a függelék szerint számolja a pontokat. Legelőször, amennyiben a versenyutasítás ezt nem módosítja. A versenyutasítás természetesen módosíthatja az a függelék szerinti szabályozást, illetve a versenyutasítás különböző versenyrendszerekben, azt is megmondhatja, hogy hány futam után legyen kieső, vagy éppen ne legyen kieső. Ugye a bevett szokásunk ez a 4 vagy 5, és utána jön a 8 vagy 9, akkor nálunk van 1 vagy 2 darab kieső, de mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan versenyek, illetve vannak olyan osztályok, akik azt mondják, hogy kizárólag csak egy kiesővel megyünk. Csak megemlítem, a dragonosok voltak ebben aranyosak, akik azt mondták, hogy egy úriember kétszer nem hibázik egy verseny alatt, úgyhogy náluk mindig csak egy kieső van, és ők így számolnak. Persze a verseny végén van, aki szeretné a kettőt, de így csak egy lehet. A pontszámítási rendszerben, amit szeretnék mindenképpen megemlíteni, az eddig is benne volt, de szerintem erről beszélnünk kell, hogyha a versenyrendezőség hibát vét, és nem feltétlenül azért, mert nem kell rosszra gondolni, elrontja, van ilyen, nem látta, a másik hajó alatt volt, és a befutót pont nem vette észre, pedig vette kamerával, diktafonnal. Ha hibát vét a versenyrendezőség, akkor azt be kell ismerni. És ezt mindenképpen módosítani kell. Fontos, hogy én nagyon régóta úgy rendezek, és amikor külföldön, vagy éppen itteni kollégákkal beszélgettünk erről, soha nem probléma az, hogyha hibázol. Ha nem ismered be, az sokkal nagyobb gáz. Van, amikor egy célbíró nem veszi észre. Van, amikor elolvas az ember egy számot. Én alapvetően a korai rajtnál
akár papával, uniforma, feketével, hogyha megyünk. Bence is kitért rá, ez egy nagyon, nagyon kemény dolog, hogy, hogy odafönt te, illetve a pinnernek a végén hirtelen ilyen döntéseket hozol. És mivel ezt többször megteszed, akár egy nap, akár több csoportban egymás után lévő rajtoknál, nyilván lehet az, hogy hibázol. Ezt el kell ismerni, és vissza kell adni azt a helyezést, vagy meg kell tenni a lehető legtöbbet azért, hogy amit a legelén említettem, a fair play legyen meg. A sportszerű vitalezés borzasztó fontos. A versenyrendezőknek, a bíróknak és a versenyzőknek is. Mi abban a kicsit szerencsétlen helyzetben vagyunk, de bár én örülök neki, hogy egy jogorvoslatot tudnak ellenünk kérni. Én úgy gondolom, hogy az sosem probléma, hogyha valaki jogorvoslatot kér a rendezők ellen, vagy egy pályarakó, vagy bocsánat, rendezőség ellen, hisz őnek is van egy igaza, üljünk le, erre van a versenybíróság, tényeken alapulva, következtetés levonva döntést fognak hozni. Ez lehet ellenünk is, és lehet mellettünk is. Nem az a lényeg, hogy ellenünk döntenek, hanem az, hogy a versenynek a végére ez mindenképpen egy tiszta, sportszerű, felpillanakú verseny legyen. A D és E pont, ami most belett illesztve a 90-es szabályba, említi a nemzeti hatóságokat. Ugye itt a Bence is említette a legelején, furcsa ez a szó nekünk, hogy nemzeti hatóság, nyilván nem a nemzeti adó és vámhivatalról van szó, meg nyilván nem a nébig fog kijönni, és mindenkinek mindenféle fajta dolgokat mondani. A nemzeti hatóság itt az MNH-kat jelenti, jelen esetben a Magyar Vitorás Szövetséget, és nem is a Magyar Vitorás, hanem a Magyar Vitorás Szövetség szakbizottságát. Történhet az az eset, hogy egy óvott fél nincs megelégedve az óvási bizottságnak a döntésével. Szíve joga hozzá természetesen, tovább mehet és kérhet jogorvoslatot. A versenyrendezőségnek pedig arra figyelmeztet és kéri ez a szabály, hogy amennyiben a Nemzeti Hatóság vagy az óvási bizottság utasítására pontszámítást kell, bocsánat, a meglévő pontot módosítani kell, akkor ezt mindenképpen alkalmazom. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó felülről lévő ernyő rajtunk, hogyha nem is az, hogyha hibázunk, mert ez konkrétan nem arról szól, hogy hibázunk, hanem van fölöttünk egy vigyázó bizottság, aki ezeket a döntéseket meghozza. A versenyrendezőknek nagyon sok esetben kint a vizen kell döntést hozni, és most már, ahogy Bence is említette, több olyan szabály van, amire oda kell figyelnünk, és akár hogy említünk egy hölgyet, aki nem vitol ezt a körbe a pályát, ezeket a döntéseket meg kell hoznunk. A 9.3-nál itt alapvetően minket arra kötereznek, hogy módosítsuk. Természetesen ez is ugye az E-pontban leírják, hogy milyen korlátozásokkal teheti ezt meg valaki, hogyha mondjuk jogorvoslatot kér, vagy szeretne felülvizsgálatot. Tehát a világ végéig nem lehet természetesen ezeket kérni. Normális esetben 24 óra van, de természetesen ezt is a versenykiírás, vagy a versenyutasítás módosíthatja. Végén készültem egy kis összefoglalóval, amiről mostanában beszél, vagy most nem, amiről ma beszéltünk, ugye legerőször is az Y-lobogó a 40-es szabály az egyéni úszóeszköznek a viselése. Én úgy gondolom, hogy ha egy versenykiírást, utasítást írtok, és kint vagytok a vizen, akkor mindig egy picikét feszesebben gondolkodjatok, és egy nem baj, hogyha mindig fönt van a mentő mellé. Azzal még sok probléma nem volt, egy picit kényelmetlen, meg meleg, de ettől függetlenül használják. A narancslobogónak a használatát én minden versenyrendező kollégámat kérem, hogy olvassa a szabálykönyvet, értelmezze, és nagyon fontos, hogy ez most új lehetőség nekünk arra, hogy még jobb versenyeket tudjunk, és még egyértelműbb eljárásokat tudjunk alkalmazni. Kommunikáljunk, és nézzük meg azt, hogy mik a legjobb döntések. Én belemegyek abba, hogyha ha mindenképpen az 5 perc, ezt kell használni,
Én most nagyon örülök annak, hogy a narancslobogónak ez a fajta jelentése kitisztázódott. Kéklobogó használata is ugyanezt képviseli, csak is és kizárólag a befutót jelöli a kéklobogó, a befutónak az árbócát, a rajtvonal egyik végét, és nem kell hozzá narancsot húzni gyakorlatilag. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy a kéklobogó alá nem lehet húzni egy AP alatt az alfát, vagy egy hotelt. Miért ne? Tehát lehet kommunikálni, de a narancsot már nem kell felhúzni. Lobogók feletti jelzések használata igen fontos. Használjátok, ezzel kommunikálunk a versenyzők fele, és hát már az már másik része, hogy nagyon remélem, hogy értik is ezt a kommunikációt. Versenykírásnak és utasításnak tartalmaznia kell természetesen akár egy csoportnak a kódlobogóját, vagy éppen számlengőjét. V-lobogónak a használata, ez ugye egy új dolog, még akkor is, hogyha azért kiemelt nagy versenyeken már használtuk, de én arra ösztökélem a tagszervezeteket, hogy figyeljünk oda a biztonságra. Vagyunk elegen, van elég eszköz, használjuk, legyen egy biztonsági tervünk. Az lenne a legjobb, hogyha soha életünkben nem használnánk, de hogyha nagy a baj, akkor legyen rá egy policy, hogy most akkor mi indul el. Rajtolás és célba érésnél, amit látnotok kell, ez a hajó test első pontjának a használata. Bocsánat, azt kell figyelni, tehát egy rajtnál a hajó test vagy része kint van, abban az esetben kell korai rajtos büntetést alkalmazni, és nem a különböző egyéb eszközöket nézzük a hajón. A pontszámításra az előbb beszéltem, megint csak azt tudom mondani, hogy itt a D és az E szakasz lett pluszba bevéve, itt az Óvási Bizottság, illetve nemzeti hatóság döntéseit figyelembe véve természetesen módosítanunk kell. Szeretném lezárni a prezentációmat. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon szépen köszönöm, hogy Bence felvezette kőkeményen a szabályokkal, és nagyon remélem, hogy tudtam annyit segíteni versenyrendező szempontból, hogy megismertétek az új szabályoknak az alkalmazását. Amennyiben kérdésetek van, azt eddig föltehettétek írásban, a moderátorunk ezeket kigyűjtötte, és természetesen Bencével megpróbálunk minden kérdésetekre lehetőségünkhöz képest a legjobban válaszolni. Szép napot mindenkinek! Nagyon köszönjük a szerteágazó és mélyreható prezit. Sok mindenről szó volt. Érkeztek kérdések, amiket az előadások közepette meg is jelenítettünk, ha minden igaz. Úgy csoportosítjuk őket, hogy előbb Bence felé teszem fel a kérdéseket, hogy Forrest tudjon levegőt venni a prezentációját követően, majd Forrest következik. Nyilván az érintett témákhoz kapcsolódva érkeztek a kérdések. Az első Bencéhez szólna, hogy a legtöbb versenykiírásban az egyéni úszóeszköz viselését NP-vel tüntetik fel, az az OS alapját nem képezheti a nem viselés, mégis mit lehet tenni, ha észlelünk egy hajót, amely ezt az előírást következetesen nem teljesíti, és a versenyrendezőség sem tesz semmit magától, illetve mit tehet a versenyrendezőség, mit tehet a zsűri, és mit tehet a versenyző, egyáltalán mi az eljárás ilyen esetben. Ez nagyon jó kérdés egyébként, és kicsit távolabbra mutat, úgyhogy nyilván lehet rá egy mondatban is választani, de inkább egy kicsit megvilágítom ennek a háttérét. Az NP jelölést azt nem definiálja ugyanúgy a szabálykönyv, mint a DP jelölést, ami ugye a egyedi megítélés szerint adható büntetések. Az NP jelölést azt a versenykiírás vezetheti be, és a konvenció szerint ez azt jelenti, hogy ha NP-vel jelölnek egy szabályt, akkor annak vélt megsértéséért nem óvhat egy hajó egy másikat, hanem
Ugye csak mások óvhatnak egy hajót, ilyen más lehet például a versenyrendezőség, óvási bizottság, vagy a technikai bizottság. És akkor kanyarodjunk megint az alapelvhez, a sportszerűség alapelvéhez, ami ugye arról beszél, hogy a versenyzők betartják és betartatják egymással a szabályokat az elvárásoknak megfelelően. Most azzal, hogy a versenykiírásnak a szerzője DP-vel jelöl meg bizonyos szabályokat, azzal elvonja a versenyzőktől azt a lehetőséget, hogy ők egymással betartathassák ezeket a szabályokat. Hogyha a versenyrendezőség vagy a rendező szervezet, aki írja a versenykiírást, úgy dönt, hogy egy szabályt NP-vel jelöl meg, és nem engedi, hogy egy hajó óvhasson emiatt egy másikat, akkor erre nagyon jó indokot kell találnia, és ez a nagyon jó indok az olyan lehet, hogy például ez egy olyan szabály, amit a rendező szervezet például kiválóan be tud tartatni, mert például olyan biztonsági szabályoknál látjuk ezt, amikor kishajós versenyeken külön jelzéssel engedik csak vízre szállni a hajókat, és akkor ott, ahol egy helyszínen vannak, egy vagy behatárolható számú vízreszállási lehetőség van, akkor ott a rendező szervezetnek a képviselői képesek ellenőrizni, hogy vízre száll egy hajó, vagy nem. Most itt a konkrét kérdés, amikor egyéni úszóeszköz viselésére vonatkozó szabályoknál jelenik meg az NP, az ugye ezt az elvet végigkövetve, ez a versenyrendezőség részéről egy nagy vállalást jelent, mert azt a vállalást jelenti, hogy a versenyrendezőségnek végig kell tudni követni, és ellenőriznie kell azt, hogy a versenyzők megfelelnek-e a szabálynak, vagy nem. És utána a versenyzők pedig jogosan el is várják azt, hogy ha olyan valakit talál a versenyrendezőség, aki nem felel meg a szabálynak szerinte, akkor óvást nyújtson be. Mert hát ugye a versenyzőnek nem lesz lehetősége óvást benyújtani, azt elvette a versenykiírás szerzője. Úgyhogy ilyen módon én azt tudom mondani, hogy óvatosságra intenék afelől, hogy túl sok szabályt NP-vel jelöljenek meg a versenykiírások, versenyutasítások. Jó körültekintés kell ahhoz, hogy melyik szabályokat jelöli meg NP, és tudni kell azt, hogy onnantól viszont a versenyzők ugye elvárják azt, hogy legyen, aki felügyeli ezeknek a szabályoknak a betartását. És akkor ilyen módon a kérdésre reflektálva, ugye hajóként igazából semmit nem tehet a másik hajó, de hogyha óvni nem lehet, akkor még az orvoslat lehetősége előjöhet, de ugye az orvoslatnál ott azt kell tudni ebben az alesetben igazolni, hogy a versenyrendezőség rendező szervezet helytelen cselekedetet vagy mulasztást követett el. És ugye csak az van leírva, hogy egy hajó nem óvhat egy másikat, az nincsen sehol leírva, és a versenyrendezőség pedig köteles lenne óvni. Tehát ilyen módon nem követ el mulasztást a versenyrendezőség, egyszerűen rossz szolgáltatást nyújt azzal, hogy nem felügyeli a hajókat, annak a vállalásának az ellenére, hogy magához vonta ennek a feladatát, felelősségét. Oké, köszönjük. Következő kérdés mindig a Bencéhez szólna. A esemény történt a vizen, óvlak felszólítást hangzott el. A kérdés arra vonatkozik, hogy ezt követően kötelező a piros lobogó felhúzása ahhoz, hogy az óvás érvényes legyen, vagy nem kötelező, miután az óvlak vagy protest felszólítás elhangzott. A szabálykönyvnek olyan a szerkesztése, hogy az általános követelményektől kezd egy-egy szabálynak a megfogalmazását, és utána pedig érkeznek hozzá a kivételek. Az általános követelmény az úgy hangzik, hogy amikor egy hajóvásra egy a versenyterületen történt esetre vonatkozik, minden egyes esetnél az első észszerű alkalommal az óvlak vagy ugye protest szót kell kiáltania, és jól láthatóan ki kell tűzni egy piros lobogót, amelyet mindaddig viselnie kell, amíg versenyben van. És akkor ugye ehhez jönnek a kivételek. Az egyik kivétel az, hogy az óvó hajótest hossza 6 méternél rövidebb, akkor nem szükséges a piros lobogónak a kitűzése. Tehát, hogyha 6 méternél rövidebb a hajónk, akkor erre ugye nincsen szükség.
Ugyanúgy, hogyha olyan esetre vonatkozik az óvás, hogy a másik hajónak a pálya végigvitorlázásában vétett hibájára céloz ez, akkor sem szükséges kitűzni a piros lobogót, mert ugye a pálya végigvitorlázásának a hibája az sokszor csak a futam végére derül ki, hogy egy hajó mondjuk nem került meg egy bóját, nem is volt halló és látótávolságon, de mégis ugye azt észre, annak a tényét észre lehetett venni, hogy ő nem kerülte meg a bóját, és akkor ilyen módon a piros lobogót úgy sem látná, hogyha az eset idejében kitűzni a hajó. Úgyhogy, és van ugye még egy általános kivételünk, amikor az eset idején az óvó számára nyilvánvaló, hogy bármelyik legénység egy tagja veszélyben van, vagy sérülés, vagy súlyos kár keletkezett. Ilyenkor is ugye ez arra vonatkozik, amikor veszélybe kerül egy hajó, és inkább mentse az írháját, nehogy elsüllyedjen, nehogy még súlyosabb legyen az a sérülés. Ilyenkor nyilvánvalóan ez a követelmény nem vonatkozik rá, hogy még a piros lobogóját keresse, hanem onnantól kezdve, hogyha sikerült biztonságba vonulnia, akkor meg kell kísérelnie, értesítenie ugye a másik felet. Azt kell még megjegyezni ez a szabályhoz, hogy ez ugye a 61-es szabályban található ez az előírás, ott a tárgyalásokra vonatkozó szabályok között, és ez a szabály egyébként módosítható versenykírások, versenyutasítások által, tehát hogyha a verseny szervezője további kivételt szeretne tenni, akkor ott ezt meg tudja tenni, azzal, hogy hivatkozik konkrétan erre a szabályra, hogy ezt módosítja. Most néma vagy Hegér. Igen, köszönöm szépen. Az utolsó, legalábbis eddig az utolsó kérdés következik hozzád, hogy a 20/4-es szabály esetén, amelyek az alternatív kommunikációról szól, a rádión kívül milyen elképzeléseket lehet figyelembe venni, milyen javaslatod vagy javaslatok lenne alternatív kommunikációra ilyen esetekben? Itt gondolkodunk már ezen, de nyilvánvalóan a gyakorlat fogja majd megszülni ennek a technológiai lehetőségét. Ugye azért is hagyja nyitva a szabályalkotó, hogy a versenykírásban lehessen definiálni, mert ez egyes versenyeken más-más technikai lehetőség állhat erre rendelkezésre. Például, hogy arra gondolunk, hogy korlátozott látási viszonyok között fény és hangjelekkel kommunikálnak egymással a hajók, ugyanúgy bevezethető akár erre a szabályra is, akár hangjel, amit hogyha kellően hangosan le tud adni az egyik hajó a másik felé, akkor ez egy kiáltásnál sokkal hatékonyabb lehet. De hogyha a technikai fejlődésben gondolkodunk, akkor simán előfordulhat az is egyébként, hogy a hajókra olyan jelzőberendezéseket szerelnek fel, hogy az egyik hajó egy gombnyomással a másik hajón fel tud villantani akár olyan lámpát, ami ezt az üzenetet hordozza. Ez is lehet egyfajta alternatív kommunikációs mód. Nyilván ennek a technikai feltételei rendelkezésre kell, hogy álljanak, és ahogy mondtam, a versenykírásban ezt meg kell fogalmazni. Köszönöm. Következő kérdéseket inkább a versenyrendezéssel kapcsolódnak, tehát Falett felé adresszálnánk. Még az egész webinárium, vagy az előadás legelején érkezett egy kérdés, amit csak most tudom megválaszolni, hogy mennyi idő után számít DNS-nek, azaz nem startoltnak egy hajó? Rögtön egy kemény kérdéssel. Jó. Különböző, ugye ez miért fontos? Akkor kezdjük onnan. Először, hogyha van egy pályaverseny, ami nem egy több versenysorozatnak a része, hanem nem tudom, a 4-5 futam értékelik, és utána mindenki megy haza, alapvetően teljesen mindegy, ugyanazt a pontot kapja. Ugye a DNS azért borzasztóan fontos, mert hogyha van egy versenysorozat, és erre egy nagyon jó példa például, nálunk én az összevont cirkálóban kitalálom, és nálunk fontos az, hogy mondjuk van 6 versenyünk, akkor hányan neveztek arra a versenyre, és nyilván amikor azon a versenyen nem indulsz, akkor a nevezettek száma plusz egyet kapsz, amúgy, bocsánat, hogyha elindulsz a nevezettek száma plusz egyet kapsz,
Ha meg egyáltalán nem is nevezel be, akkor meg nyilván a hányan vagyunk az összevont cirka, a plusz egyet. Tehát innen menjünk neki ennek, hogy miért is fontos egyáltalán, hogy a DNS-t nézzük, vagy pedig nem. És akkor itt jön, megint ketté válik az egész dolog. A versenyrendezőségnek van erre lehetősége arra, hogy le tudja ellenőrizni, hogy hány darab hajó jött ki, és hány nincs ott. Hát ezt mindannyian tudjuk nagyon jól, hogy egy évadnyitón kék szalagon pünkösni ezt nem lehet megcsinálni, de hogyha van egy, nem tudom, kisebb flotta, akkor ezeket le lehet ellenőrizni. Ha tudjuk ellenőrizni, látjuk, akkor, és úgy fogalmazunk, hogy megpróbál megtenni mindent arra, hogy oda jöjjön a rajtvonalhoz, akkor már rendben vagyunk. De ez egy nagyon szubjektív dolog. És lehet, hogy nem fog tudni ráadni tökéletes, exakt választ. Köszönöm. A következő kérdés, ez a két kérdés, amit összevonnék a kék lobogóval, pályaújítással, illetve a narancs lobogóval függ össze. Kérdés, először az érkezett, hogy ha pályaújítás van, akkor is kell-e kék lobogó az RC motoroson. Ehhez kapcsolódik az, hogy az új szabálykönyv szerint a narancs és a kék lobogó már az első futam előtt, a rajt és a célhajó horgonyzása után kitűzhető, és az egész versenynap alatt kitűzve lehet-e hagyni. Faresz, kérném a válaszolásra. Már hall mindenki? Gondolom igen. Csak most nem látom azt a szép kék keretet. Nézzük először az egyszerű választ, jó? Hogyha pályarövidítés van, akkor lehet-e, vagy kell-e kék lobogót húzni? Természetesen nem. A célhajóra kell kék lobogót húzni, a pályarövidítés az egy pályajelnél történik, valamilyen rendezői döntés miatt. A pályarövidítő hajóra egy Sierra lobogót kell felhúzni, illetve ezt ki lehet egészíteni még, tehát plusz jelentéseket tud még adni neki az ember. Most simán egy Sierra-t húzunk föl, az azt jelenti, hogy aki ott áthalad, az biztos, hogy be fog futni, és a pályarövidítése van. Emellé, hogyha felhúzunk egy osztálylobogót, akkor viszont csak is és kizárólag annak az osztálynak van rövidítése, annál a pályájelnél. Gondoljunk bele egy lézerradiál 4-7-es versenyen. Elképzelhető, hogy a nagy lézert még tudjuk tovább küldeni, de a 4-7-es mindenképpen be kell futatnunk. Ez esetben egy Sierra-t és egy 4-7-es osztálylobogót húzunk föl, ami ott a versenyutasításban meg van határozva. Ebben az esetben csak az a rajcsoport, illetve a osztály fut be. És meg lehet cifrezni mindennel, tehát egy hajóosztály különböző csoportjainál is, természetesen az egyik bójánál csak az egyik csoportot húzzuk fel, akkor felhúzzuk a Sierra-t, a hajóosztálynak a lobogóját és a csoportnak a lobogóját. A röviden válaszolva, a kéket nem kell használni a pályarövidítésnél. És fontos megemlíteni, jó helyre álljatok. Narancs lobogó és a kék lobogót mikor tűzzük ki? Hát igen, ki lehet tűzni. Amennyiben a versenyutasítás és a versenykírás nem, bocsánat, a narancs lobogót ki lehet, tehát ha nem adsz neki más jelentést, ugye azt jelenti, hogy a rajtvonal vége kész van. Tehát, hogy dobsz egy horgonyt, fölhúzod a narancsot, és alapvetően az utasításban nem határozod meg, hogy mikor húzod föl a narancs lobogót, hát húzd föl. Én azt mondom, hogy borzasztóan nem elegáns. Narancs lobogóval kommunikálunk a versenyzők fele. A narancs lobogó azt jelenti, hogy a rajtvonal kész van. A narancs lobogót én úgy gondolom, hogy úgy kell használni, hogy az első figyelmeztető jelzés előtt kellő idővel föl kell húzni, ezáltal kommunikálni, kész a rajtvonal, figyeljetek oda, hamarosan figyelmeztető jelzés történik, és mehet a futam. De ha szárazon nézzük a tényeket, lehorgonyozták, kész a rajtvonal, felhúzhatod, de nem elegáns fenntartani nagyon-nagyon sokáig. Köszönöm. Volt a kérdésnek egy második része is, hogy a kék lobogót már az első futam előtt
a célhajó horgonyzása után ki lehet-e tűzni, és egész nap kint hagyni. Aztán Bence tudja a pontos számokat, itt a szabálya. Ugye a kék lobogónak kitűzése akkor történik, amikor az első, egy futamba lévő hajó első hajója veszi az utolsó pályáját, és a cél felé jön, majd az utolsó hajó befutása után bevonásra kerül. Az, hogy ennél tovább ildomos-e fenntartani, vagy nem, én még soha nem próbáltam ki. Én úgy gondolom, hogy tartsuk ezeket a szabályokat be. Az utolsó pályájel vétel után húzzuk fel, amikor az első közeledik, ezzel jelezve, hogy a célvonal kész van, és amikor az utolsó befut, akkor szépen vonjuk be a kék lobogót. Bence, szeretnél ezt hozzáfűzni? Bármit is. Igazából a praktikus gyakorlat az ez, ez ugyan nincsen szabályszinten kőbevésve, ez versenyrendező irányelv, amit ugye a Falesz is sugalt, hogy a kék és narancs lobogóval igazából azt sugaljuk versenyzők felé, hogy rajtvonal vagy a célvonal nyitva van, készen áll fogadásra. A rajtvonalnál ugye azt az üzenetet hordozza a narancs lobogó kitűzése, hogy készenlétbe kell kerülni a versenyzőknek, itt hamarosan egy rajteljárás fog következni, tehát ezek vannak az eljárások mögött, és akkor így határozzák meg az irányelveket versenyrendezők számára. Köszönöm. Tekintve, hogy egy pillanat, azt akartam mondani, hogy tekintve, hogy nem érkezett több kérdés, de nem érkezett több kérdés. Tehát nagyon megköszönöm a részvételt, az érdeklődést, a kérdéseket, az előadóknak a prezentációkat. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy az előadások YouTube-on láthatóak lesznek, a hol és mikort pedig e-mailben, illetve a hunszer.hu oldalon fogja kommunikálni a szövetség, és hogyha bárki bármiről lemaradt volna, ott pótolhatja, úgyhogy semmiről nem marad le. Tehát köszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt és a kimerítő és tartalmas preziket. A viszontlátásra!